Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 10 percen múlt el, 6 óra, jó reggelt, szevasztok! Jó reggelt, kívánunk mindenkinek! Sziasztok, majd beérkezik, lehet, hogy egyébként már itt van hátul az udvarban a teljes dobozzal, majd befut, vagy pedig éppen kávét csinál magának, vagy stoppolja a nagyon trendi pólóját. Hello, hát végigolvastam tegnap az üzeneteidet, tehát pólóügyben gyönyerű volt. Igen, neki legalább van egy iriség. Így. Szia! Sziasztok! Jó reggelt! Megfogott egy piros lámpa? El akartam küldeni Zsülnek, hogy döbben még egy zenét. És ezzel lehet, hogy nem nyomtam rá, ott van megírva, látod? Megírtam, mondom, jó van, lesz benne még egy zene. Ülj, ezt nem nyomtam rá. Állíts be automatikusra. 6-10-kor mindig jöjjön rá. Dobját, ha van valami, ha nincs. De egyébként ez nonsens, szóval, hogy... Mert a tévéműsorok is pontosan indulnak. A buszok... Na, most megmondom. Figyelj, mi is pontosan indulunk 6-kor a hírekkel. Nem, ez hülyeség, ez baromság. Az nem a miénk. A hírek nem tartozik rá. Nem tudom, mit akarsz mondani, Feri, de ez baromság. Ez baromság. Elmondom, hogy miért mondasz hülyeség. Mert hülyeség. Most, már megint, mint ahogy mindig, hülye gyerek, hülye előre. 6 órakor indulnak a hírek, az nem, amire szortunk. De nincs ilyen, hogy egyszer egy műsor 6 óra 13-kor indul, 6 óra 5-kor indul, 6 óra 16-kor indul. Induljunk, akkor beszéljük meg fixe, hogy mindig elindulunk 6 óra 12-kor. 25-kor. Igen, beszéljük meg, hogy 7 óra 48-kor beköszönjük. Érted? Tehát nekem én egy patekóra vagyok. Egy Schaffhausen. Te az. De egy műszer. Együtt. Az én testem egy műszer. Patika óra. Patek Filip. Ja. Szóval én nem tudom úgy kiszámolni a reggelt, hogy a Zsűr, egyébként a Zsűr, elmondom, mi van. Te vagy a hibás. Te vagy. Szerencsétlen. Tudod, mikor küldte, hogy nincs 5 óra 49-kor. 5 óra 49-kor elküldte, hogy nincs reklám a hírek után. Hát most mit csinálják 5 óra 49-kor? Nekem addigra már be van. Reklámot. Addigra már be van ütve a piros lámpám, a megállóm, az autóba beszállásom, én itinerek alapján megyek. Olyan vagyok, mint Sebastian Loeb a terepen, érted? Mint régen Palik Laci. Aha, a Dakaron. Aha. 6 óra 48-kor vagyok ennél a lámpánál, 6 órakor fordulok idefel, én minden ki van számolva. És nem lehet, hogy nem váltott az egyik időben, vagy mi volt? Nem, hát ugyanúgy, ha nincs minden reklám a hírek után, akkor 6 óra 4-kor vége a híreknek, 6 óra 7-kor lemegy a zene, és 6 óra 7-kor kezdünk. Hát az lenne a minimum, hogy a szélsz átküldi egy nappal korábban. Hát de egy héttel korábban. Vagy azt beszéljük meg, hogy mindig addig zenélünk, amíg nincs mondjuk 6 óra 10, és akkor mindig ott 6 óra 10-kor vagy elhúzzuk a zenét, vagy... Tehát érted? Jó, oké. Tessék? Zsül, ne ásd magad mélyebbre. Nagyon nagy gebasz van. Álljál már le, basszus, így is. Neked már rá tényleg a balázs. Nem úszik rajtad a hét, Zsül. De most a Zsül azt mondja, hogy most is 6 óra 10-kor indultunk. Ezzel nincs baj. De ugye 6 óra 12-13-kor is elszoktunk, ha mondjuk van a hírek után egy 6 perc reklám. Az elmegy olyan 6 óra 10-ig, 11-ig, plusz egy zene, 6 óra 14. Nem, jó, mi nincs, legyen? Nem, én... Hova tűzzük le a rajzszögünket? Egységes indulási időpontot akarok. Nem. Legyünk olyanok, mint a volánbusz. Nem, úgy érzem, hogy olyan lesz, mint Széchenynek a Lovakról című könyve, neked a Teóriák című könyved, ami nem sokára a boltokban lesz, ahol ez is egy fejezet lesz. Teóriák. Pontos, nem kell semmi, csak teóriák. Pontos indulás. Pontos indulás. A pontos indulás fontossága. Az egy ritmus. Az megadja a napodat. Most sietnem kellett. Futnom kellett a kocsiból. Hú, kifáradtál. Az egész reggelem kicsit felborult. Aha. Tehát elmúlt a varázs. Mi történik ebben a világban? Miért kényszerít a világ téged egy ilyen kerékvágásba? De tényleg? Már dudával akartam beköszönni, érted? Már tapsal, minden, és most minden megborult. Most fel kell építenem magammal újra az egészet. És mi lenne, ami helyre rázna? Én testem egy műszer. Igen? Persze. Az nem indul csak úgy el. Az nem úgy, nem indul csak úgy el. Oda menjek, mert itt szírogassam az arcodat, hogy egy picit magadhoz térje. Abszolút, kérdezed, hogy időben fölkeltem, időben az autóban voltam, és kiszámoltam, hogy 6 óra 14-re itt vagyok. Most kéne megérkeznem ebben a pillanatban. De látod már, mennyi ideje itt vagyok? Aha. Tehát a 6 óra 14-hez képest én már itt vagyok, egy 3 perce. Tehát pontosan érkeztem. Végül is igen. Érted? Tök érdekes. Na, ezt nézzétek.
Aj, de szép! Na mi van? Azt és piros-fehér-zöld? Piros-fehér-zöld? Hát, vagy zöld-fehér-piros, hát mit tudja. Ha így nézed, olasz. Jó. Hát, ha így nézed, magyar. Ha így nézed, tegnap is használtad. Imádom az ilyeneket, nem tudom. Különböző meccsre is lehet használni. Mindenre, tudod, az majd az olasz-magyar is tudod, ha tovább jutunk. Nektek? Mi nektek? Nem van valamitek? Persze. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Gyerekek, nagy napra vírat az ország. Hát azért erről beszéljünk, nagy napra vírat az ország, hazánk nemzeti 11-el ma. Bemutatkozik az Európa-bajnokságon. Bemutatkozik az Európa-bajnokságon. 40 hány éve? 44. 44. 44 éve nem voltunk, és most az osztrákokkal kezdünk. Atya úristen. Atya úristen. Hát ez nagyon komoly. Ráadásul a sógorokkal. Ráadásul a sógikkal kezdünk, akik igazán lefeküdhetnének nekünk, mert nekik annyi sikerük volt már itt az utóbbi pár évben, de nekünk szar se volt, semmi nem volt. Ennyi. Érted, csak hasonlítsuk össze a két ország GDP-jét. Ennyivel tartoznak nekünk, megnézzük meg a történelmi párhuzamok, a gyökereket. A közös múltas. Minden. Így van. Sokban vannak mi? Hogy? Sokban van nekünk eleve ez az egész monarchiás dolog. Sokban vannak nekünk ők. Meg Hajnaú is sokban van, meg. Ott nagyon sok minden sok. A bankrendszer is sokban van. Eszünkbe ne volt iszonzonál ezt mégis mi lett. Igen, Hajnaú rémuram. Fenyegessük meg őket azzal, hogy munkahelyet teremtünk az összes magyarnak, aki nálunk dolgozik és visszajönnek ide. Azok a mi szülőink, Feri. Ja, de hülye vagyok, tényleg nem jó. Csak ez a baj, ideiglenesen művelik. Na mindegy, szóval, hogy nagy nap van, ma 6 órakor kezdődik maga a meccs, a sportban 6 óra, vagy 6 óra, akkor még jön a stúdióbeli okoskodás. 6 óra, akkor már meccs van. Nem, az folyamatos lesz a stúdióbeli okoskodás. Tegnap is láttam, megfejtették, Kokóék megfejtettek ott nagyon. Melyiket nézted? Én belenéztem a svéd, én azt már nem tudtam nézni, én a svéd, Izland, svéd, nem tudom, kikkel játszottak. Na, csak azt tudom, hogy döntetlen. Egy-egy lett, igen, és vezettek a svédek ellen, és akkor a második fél időben a svédek kiegyenlítettek. Az nem volt egy rossz meccs egyébként, azt úgy belenéztem. Az esélyben már nem. Hát nagyon jók voltak az olaszok. Este. Jók. Én mondjuk egy ilyen ekkora izén néztem, ilyen, hogy hívek ezt a kézigépet. Junos. Nem, ez a tabletem, vagy mi. Mert ugye gondolkodtunk, hogy bemegyünk-e, de ott nem volt olyan jó a fröccs, és akkor mi kimaradtunk, és interneten keresztül jött az adás. Tehát az történt, hogy körbe lévő házakban mindenki rendesben, real-time-ban nézte tévéadásban. Tehát azt mondta, hogy akkor tudtad, hogy nálunk egy perc múlva jön az akció. Valami lesz. Valami lesz, hogy ki jön, mit fog csinálni, nem tudjuk. Nem tudtuk, hogy ki, mert az internetes közvetítés, ez késik egy percet, és akkor ezen ekkora izén próbáltunk megnézni, de a stúdió beszélgetés az tényleg ütött. Brilliáns. Ki volt a vendég a stúdióban? Kokon kívül. Ki volt? A Kokon nem vendég. Szerintem Vajk volt, és egyébként jó volt, szimpatikus volt, aranyos. Ne dobáld azt a rohadt citromot, meg kivágom az ablakon. Ennyire hozzáérzékeny vagy? Hát, ne fütyögjél itt. Doble. Nem vagy te pekingi kacsa, mint egy izé. Nekem lámpásodott a kezem az Úrpesten. De most mit csinálsz a citromot? Hoztam citromot reggel magamnak. Jól tetted. Kicsit ágyúrom, kicsit megpújítom, és akkor utána langyos vízben citromos. Jobban jön a lé belőle? Jobban jön a lé. Egy újabb teória. A sok közül egy újabb teória. Na, szóval, hogy ma nagy nap van, úgyhogy majd mi is adáson keresztül készülünk majd a meccsre. Kielemezzük a válogatottat, a magunk módján beszélünk róluk, készültünk különböző hanganyagokkal. Szóval sok minden szól ma az EB-ről, mert hát egy generáció után, a mi generáció megérhette, hogy ott vagyunk az EB-n. És reméljük tovább is jutunk a csapatból. De én gondolkodtam rajta, hogy semmit nem értek, de szerintem meg tudjuk csinálni. Biztos, hogy nem. Miért? Nem. De, most de, mi az? Tegnap jött ki egy olyan cikk, hogy az osztrákok papíron verhetők. Tehát a papíron az nekem már elég, aztán ott van mi torpedóba, vagy mi? Hát hogy nem írta le, de hogy papíron úgy néz ki, hogy érted, mi mumusok vagyunk. Megverjük már őket. Ennyi, és akkor mi van még? Hát a tök mindegy, hogy jutunk tovább Angola, vagy mi rúgunk akcióba. Rúgjanak ők maguknak. Nekünk jó az. Igen, három foci gurú megszólalt. Igen. Jó, persze. Hát, de nem baj, mi ezt szeretjük, és tökre vállaljuk. Hívjuk fel a kedves hallgatót, mondja el, hogy mire számíthatunk most, ő szakértő valószínűleg. Mit tud mondani? Nyerünk. Hallgassuk meg. Mennyire lesz az most objektív, főleg a mi esetünkben. Az, hogy biztos nyerünk. Egyébként szerintem nem jutunk tovább. De bízunk benne, tehát most nem szabad negatív dolgokról beszélni, én azt gondolom, hogy nem tudunk tovább jutni. Tehát a portugálok és az osztrákok. Valószínűleg jobbak nálunk, egy csoport harmadik hely az még mindig jó lehet. Az még mindig jó lehet. Szerintem. Izland van még. Izland talán. Érted, Izlandot. Hú. Na.
Figyelj, ha ma... Ha ma megfogjuk az osztrákokat, és esetleg kikapunk a portugáloktól, akkor még van esélye a továbbjutásra. Ha te miért kapnál ki a portugáloktól? Kik azok a portugálok? Figyelj, a portugáloktól akkor nem biztos, hogy kikapunk, ha ők már egyértelmű csoport elsők lesznek, és úgy kerülnek velünk össze, hogy nekik már nem kell annyira hajtani, aha, és akkor esetleg mondjuk egy döntetlen be tudunk velük húzni. Tehát itt még nagyon sok mindentől függ. Ha nem kell nekik a három pont, mert csoport elsők, akkor hát már akkor mindegy. Van ott valami ismert játékos azoknál? Hát, nincs. Cristiano Ronaldon kívül nincsen. Valaki felvisz a farzsebébe egy tükröt, eldobja balra, labdát vezeti jobbra, ezt meg vagyunk. Szerintem merre indul el Cristiano. A csávó egyszer önmagában annyit ér, mint a magyar válogatott 4-szer vagy 5-ször. Az milyen? Túl van árazva. Jó, egy picit túlárazott a piac. A pályája a végén. Túlárazott ez a piac. Leszállóákban van. Ugye nem úgy, mint a mi fiaink, egy Böde, egy Zsuzsi, érted? Van Bödénk? Persze. Igen? Böde Dani példakép. Hát. Böde Dani példakép. Félig ember, félig gép, tudod? Félig ember, félig gép, Böde Dani példakép, így van. Na jó, a lényeg nem is ez, hanem a lényeg, hogy ma készüljünk a meccsre, ma mindenkinek meg kell ezt a meccset nézni, drukkolni kell. Én egyébként utálom a focit, de tényleg, de semmi közöm a focihoz. Ez olyan, mint a futó homokban, ahogy mozogsz, tudod? Igen. És mégis csak sérjetsz. De most ezt ma megnézem, és ott vagyok, és drukkolok, és hiszek a magyar fociban, és ma én is a nemzeti válogatott tagja vagyok. Meg ma mindenkinek kicsit ez a kötelessége. Hát ott vagyunk, kérem. Öltözzünk valami. Öljünk sálat, igen. Nincs igen. Ez a húzótok, ez a piros nehér szörnyén. Hogy fúj a cél, vagy megyünk. Nem, ma ugye megyünk Ferihez meccset nézni, és készüljünk rá, vigyünk sálat, vigyünk húzellát, így, mi lehet, taxival jövünk, így vigyünk genéni. Állatok leölve, szejtánok meggyilkolva, úgyhogy minden italok behűtve. Jöhettek. Figyeljetek, jó lesz ez. Én hiszek bennem. Lehet valóban meszt kapni, amit ilyen nemzeti meszt? Biztos, hogy lehet. Nagyon sok helyen lehet. Tényleg? De nekünk is van. Csak jelzem, mert kaptunk személyre szólót, aminek a hátára a mi nevünk van ráírva. Hol van? Hát kaptunk. Van, hát ha nekem van, nektek is van. Nem biztos, van neked? Van neked? Nincs. Hol van? Neki sincs, csak te kaptál. Meg hát nem kaptunk. Hol van? Hát már nem emlékeztek rá, mindegy, nem lebolygassuk a múltat, de kaptunk egyébként. Haza egy reklámszatyorba, hogy nem is volt időnk észrevenni. A tiéteket is az, amit a Rákóczi feliratú, hogy hívják ott XXXL-es. Nem, kaptunk egy pár évvel ezelőtt nemzeti színű meszt. Saját névvel egyébként, mert én sem még szerintem kidobtam, azt hiszem. Igen, Feri meg itt hagyta az asztalon, és most valahol ott van a 3 méter magas, vagy hívják. Mert akkor még nem hitt rakás benne. Alatt. Tudod, azért dobta ki a Balázs, mert akkor még nem hitt benne, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy igen, ott vagyunk. Igen, én ezt kidobtam. Nekem megvan, benne van a pullover klibe valahol. Még nem jutottam labda elég. Pullover klip, mennek körbe. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Én nagyon kíváncsi vagyok. Ezt ma nem lehet. Ma nem lehet egyszer más program, mint hogy ezt a meccset. Ez meg nem lesz. Ezt ma meg be kell. Kell húznunk. Drukkolni kell nekik, ők ezt így van. Azért megérdemlik. Ez egy nagy dolog. Mi is szívtuk eleget a vérüket, de most ott kell állnunk a hátuk mögött, és egyszer mentális segítséget nyújtani a válogatottnak. Nincs más feladatunk. Így van. Belehajszoljuk őket a győzelembe, vagy a döntetlenbe, vagy a bármibe. Vállalható vereség. Nem, győzelem. Nincs, ja, igen. Vagy igen. Halál. Nincs már, így van. Győzelem, vagy halál. Ezt is akkor inkább győzelem. Csókolom, akkor inkább győzelem, ha lehet. Kérem szépen. Ennyi. Jól van, hát meglátjuk. Mi is egy csomó mindennel tényleg készültünk egyébként. Egy kis multidézéssel és minden mással, csak hogy mindenki meccs hangulatban. Mexikó. Meccs hangulatban jöjjön. Hát sokat dobna rajta. Igen, kezdjük az 1986-as világbajnoksággal Mexikóval. 6-0, így van. Na most mindenki lázba jött? Nem. Valami egész mással. Műság egyébként minden oké, mindenkivel, minden rendben, minden oké. Kb. Igen, jó. Lehet mondani. Csendes, nyugodt hétfő. Jó van, mit csendes vagy csúgatott. Szakadt semmi. Az eső, rossz idő volt. Ne, mondjátok már tényleg. Nálunk nem volt eső. Na, most valamiért. Látod? Nem mondd már. Mindig van egy ilyen, hármunk közül mindig van valahol egy felhőjük. Tehát most például a hétvége ugye nálunk volt, Velencén tök jó, így este, szombat este csöpögött egy kicsit, most Janinál volt egy időjárási rébusz. Egy megfejthetetlen dolog, hogy nálad miért nem. De tényleg, de hogy nem? Hát szakadó eső volt nálam. Nálam is. Egytől négyig nem is lehetett semmit csinálni. Nálatok annyira szakadt, hogy mi nálunk nem jutott. Ez is elvittek. A lokális vihar lehetett ez szerintem? Az. Nálunk nem volt semmi, hála jó Istennek. Vagy csak átaludtad, vagy átedzetted, vagy át nem tudom mit csináltad. Az lehet, hogy át.
Hát nem tudom, mit csináltam. Az lehet, hogy átbambultad. Ugye elbambultál, és 4 órát bambultál. És nem néztem magam elé. És csak arra ébredtem fel, hogy egy hatalmas nyáltócsa van a lábamnál. Mónika törölgeti a szádat. Igen. Apácska, apácska, tényleg meg a mi? Jó. Picit elbambultál. Milyen nap van? Igen, ki vagy? Hol vagyok? Na, megmutatjuk a tegnapi napot, jó? Fölhívtuk Norbit, mert Norbi gépe kényszer leszállt, és fölhívtuk Norbit, hogy kifaggassuk a részletekről. Mi történt? Mi történt Norbival? Nem a Mihelyiszt, a Noibit. Noibi. Ja nem, Réka nem racsol. De, hát de, mert ő csak így érti Noibi. Jéka, nem sokája jezuhanyunk. Szóval erről beszélgettünk, aztán... Jéka, ha lezuhantunk, ébjesz fej. Igen, Norbi hallott, hogy róla beszélünk, becsörgött, és elmondott egy-két részletet. Súlyos életveszélyben volt. Súlyos életveszélyben volt, igen, az ő kényszer leszállásukkal kapcsolatban, mert leszállt. Igen, nem a tőzsdés kaland. Hát az is egyfajta kényszer leszállás. Igen. Nem a zuhanás. Igen, az már egyértelmű zuhanás és becsapódás. De hál' Istennek, norvégek jól vannak, és nem történt velük baj. Így van. Úgyhogy ezt megmutatjuk. Jó? Aztán Ákos elmondja a legfrissebb híreket. És aztán nincsen semmi. Láttátok a német szövetségkapitány videóját? Ja, nagyon jó. Ő nagyon kellemetlen. Hát az nagyon kemény. Nagyon jó az. Annyira belefeledkezik a fociba, a látványba, a taktikába, a nem tudom mibe, hogy egyszerűen elfelejti, hogy viszonylag sok kamera veszi. Igen. Általában igen, a német szövetségi kapitány. Megigazítja, amit meg kell, meg akarja, ahol viszket, majd hát ellenőrzi. Szagmintát előről, hátulról, minden rendben van. Iszletesen jó. Benyújt a gatyába, megvakarta a helyét, majd megszagolta a kezét. Oké, mangó illati, minden rendben van. Benyújt a seggébe, megvakarta a fenekét, majd megszagolta a kezét. Zseniális volt. Jó. Igen. Belga csoki, jó van. Jó, trüffel. Na jó, Láki, nagyon kivagy, mi? Nem természetesen mosolyod. Jaj, de. Sose volt. Ez most annál is rosszabb. 1 órát, 2-t vagy 3-at aludtál, mi a helyzet? Most itt hallgattam 6 óra előtt a Vastag Csabi művész úrnak az Őrült éjjel című számát. Nagyjából ezt. Az van, mi? Igen, csak ő azért máshogy pörög, mint te. Máshogy pörög? Igen. Egy gyerek, nem gyerek. Ennyi. Igen, ennyi. A kettő sok. Ez tényleg így. Egy kevés, kettő sok, és ez a káosz, ez általában fent fog maradni sokáig. Tehát, hogy nincs belőle kiút. Igen. Hát de ma majd javulni fog, mert a felváltva helyett majd jön esetleg a párhuzamos is, akkor lesznek szünetek. Egyszer. 18 évesen állítok, már nem lesz ilyen. Pehacerás, egész ja, más akkor problémáid lesznek. Akkor nyaralni lehet valahova. Igen, de akkor is együtt. Gondolj arra, hogy most a nagyobbik másfél, a kicsi ugye most született, egy 3-3,5 év is újra aludhat. Így van. Tehát körülbelül ez elmegy, hús, így elmegy. Sima ügy lesz. Hát vagy próbáljátok meg megoldani. Valahogy én már mondtam, reggel költözzetek külön lakásban, mert ugye ott az van, hogy a két gyerek is zavarja egymást. Ilyet a Feri megoldotta egyből. Egymást, és akkor mondtam, hogy a nagyobb már tud veled maradni, megvár, míg hazaérsz, a kicsivel van az anyja, ezt kész, megvártok. Ja, jó lesz az. Közben bevásárolni, de ez már működhetnének. Ne viccelj, 4 hónap megint lesz szex, amíg kívánjátok egymást. Ákos, én veled vagyok, én tudom milyen ez kőkemény. De nem tudlak sok minden elvigasztalni, nem lesz jobb. Majd néha fordítsátok meg a lapot a kezembe. Jó, húzom egyesével, csak viccen, csak hogy vége. Na jó, akkor egy pici ismétlés, aztán Ákos idej után jövünk a játékkal. Ha játszanátok, jelentkezzetek, írjatok SMS, mi pedig jövünk, nem sokára. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Hop. Így van, hajrá magyarok. Ez az. Ja, nem ez, hajrá magyarok. Hajrá meg magyarok. Rajtatok a világ szeme, fiúk. Na, hát akkor kezdjük el a játékot, jó? Itt is van a 7 második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, Anita vagyok. Szia, Anita. Hello. Honnan hívtál minket? Szent Imréről hívtalak benneteket. Szent Imre, persze Szent Imre? Nem, Tisza Szent Imre. Ja, jó, nem hallottam az elejét. Tisza Szent Imre. Mindig az van, hogy ugye ez a természetes. Tehát én is azt mondom, hogy Lőrince. Milyen Lőrinc? Milyen Lőrinc, gyerekek? Persze Szent Lőrinc. Tisza Szent Imre egy szép hely. Az jó, jól is hangzik egyébként. Gondoljuk. Tisza Szent Imre, igen. Kivel játszanál, Anita? Kit választottál ma reggel? Én úgy gondoltam, hogy Balázsral.
Jó. Játszunk. Nincs nagy. Akarsz? Ah, persze. Amit a játékos akar. Igen, felszívom magam, aztán bedarálok. Készülj neki. Jó, jó. Jó, oké. Mehetünk, Anita? Persze. Jani? 3, 2, 1, fire. Anita, na hát nagy napra bírattunk ma, tudod? Így van, már nagyon vártuk. Tényleg? 6 órakor mindenki a tévé előtt, így van. Na hát annyira a sportot mellőzzük, de ezt azért nem hagyjuk ki. Hát ezt nem hagyjuk, és észre is vetted. Olyan vagyok, mint a magyar válogatott. Csak mész előre, ledarálsz mindenkit, berúgod a gólt. Aztán lehet, hogy gól a végén csodálkozom. Ennyi. Anita, szegénykém. Hát, pedig... Akkor is a magyarok nyernek. Remélem, hogy a mi meccsünk nem befolyásolja a magyarok győzelmét. Még nem is tudtam nagyon kérdezni, mert az első kérdésemre már úgy válaszoltál, király. Hogy... Így van. Elvéreztél szegénykém. Hogy ezért jó, amikor magyarok játszanak magyarokkal. Mindig mi győzünk. Így van. Ez a biztos. Hát igen. Hát köszönöm a játékot, nektek majd máskor. Mi is köszönjük. Puszi. Hello, szia. Ciao, hello. Hoppá, ez jó volt. Szóval ez a királyunk. Köszönjük, ez a tapsztok a nemzeti 11-nek. Most van minden? Ma minden, gyerekek. Ma mindennek hát, ma egy ilyen nap kell, hogy legyen. Ha ma kikapunk, én a büdös életben nem kezdek el többet drukkolni, de ma mindenemet odaadom neki. Mondjuk ezt már mondtuk egy párszor. Az igaz, de hogy levesszük a kezünket. Na, de most már tényleg is ezek a mocskos kosztályok. Na, de hát aztán kijutottunk. Ja, ez ugye ezt én az EB felkészülésre mondom, hogy ha igen, most nem, akkor nem most még egyszer, oké, de ha nem, akkor soha többet, és aztán nézd meg. Hát belehajszoltad őket a továbbjutásba. Addig hergeltük őket, amíg azért csak ki. Nézzetek csak az SMS falat, és komolyan most ilyenkor már elkezdik a lélektani hadviselést. János Somoré, osztrák határnál 2 kilométeres a sor. Ezt most direkt csinálják. Ezt direkt csinálják. Megint meg akartak szállni minket. Nem volt elég. 48 után, ami történt. Nem volt elég. Hajna uraim, uralma! Igen. Ez szerintem egy kivégzése. Nem volt elég. Sajj, hiéna! 5 perc, pontosan 7 óra van friss közlekedési híretek. Küldjetek, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Ráj, hungaráj! Elérkezett a nagy nap! Az az első napközsök! Hajrá! Le az osztrákokkal, most mindenért visszavágunk! Támadunk! 48-ért, 49-ért, Svehátért! Svehátért! Görgeiért, mindenkiért! Most megfizettek! Fraknóért! Hacsatiltek! Hajnauért, mindenkiért! Hát nagy napra virrattunk, kérem szépen, ma a magyar válogatott pályára lép. És ez egy nagyon nagy dolog, Kicsit fáj, hogy Bordóban játszanak, nem piros-fehér-zöldben, de nem baj. Ja. Vagy úgy. Alig várom az estét. A hírekbe. Most mondta az Ákos, nem mondta, hogy Bordóban játszanak? Több fura egyébként. Ezt értette? Nem is. Miért nem engedik a magyar válogatottat a nemzeti színű lobogóban pályára lépni? Ákos, azt mondta, Bordóban játszanak. Mindenki ez új újítás. Na, csak egy-két adat. Na jó, előtte közlekedjünk egy picit. Ja. Na, olyan vagyok, most nagyon fel. Szeretném bebizonyítani, hogy egy kicsit azért értünk a focihoz, vagy ha nem is értünk, van bennünk alázat, és felkészülünk. Csinálhatjuk azt, hogy ezt csak magadra rántod, ezt az... Én vigyem el egyedül. Ezt, hogy értünk a focihoz. Ma elverjük Ausztriát, mint jégeső a libaszar. Na, ilyen SMS-eket küldjetek meg. Nem érdekelnek a negatív SMS-ek. Nem érdekelnek, hogy hány gólt kapunk, meg hogy kibélelnek bennünket, meg hogy milyen szomorúak leszünk holnap. Most a kollektív, pozitív gondolkodásra van szükség. 10 millió magyar cím egyszerre kell, hogy dobbanjon este a akkor időzítsünk. 3, 2, 1, és... Akinek félrever a szíve. Próbálja tartani a ritmus, nem kiesni. Na, szóval, hogy egy-két közlekedés, hatalmas baleset Kecskemét kivezetően az 5-ös úton Budapest felé, közvetlen az autópálya felhajtó előtt, egy sáv járható, a 4-ből Zoli küldte nekünk. Na, melyik csatornán lesz a magyar meccs, kérdezi valaki? Hát gyerekek, most M4. Most nehogy már ne tud. Ez most az M4, így van, a magyar televízió közvetíti a futball EB-t, úgyhogy... Ki lesz a kommentátor? Hát, azt azért nem tudom.
Én azért azt nem tudom. De most kicsit mindegy, úgyis lehakítva nézzük. Az is igaz, majd mi mondjuk, hogy mi kell. Nekem elég, ha feliratozzák, hogy értsen. Igen. Óriási baleset a Szigetszent Miklósi Gerinc úton, a Massányi K úti körforgalom után az új Csepeli bekötő út és a Csepeli út felé autózárokban a környék beállt. Köszönjük szépen. Hajrá vagyok! Ja, így van, jön. De nem egyszerűen nem tudom. Nem tudom belőle. Visszafogni magad. Ne is fog vissza magad. Ne is fog vissza magad. A taps is megérkezett. János Somorai osztrák határnál 2 kilométeres a sor. Valószínűleg ellenőriznek a rendőrök. Nem ellenőriznek, megpróbálnak minket összezavarni. Megpróbálnak most kicsit vegzálni bennünket, hogy a határ másik oldalán. Elindult a froclizás. Érzik a vesztüket, és már előre törlesztettük. Már csak ez a fegyverük van. Menekülnek a gyávák. Na, mit hoztam nektek? Képzeljétek el. Na, lét. Na, mit? Mit küldött nekünk Gyugyi? Gyugyi? Nem mondta, hogy maga Gyugyi? Maga Gyugyák Balázs, így van, egy nagy taps Balázsnak. Hiányoltátok a magyar mezeket. A de magyar mezeket. Most hallotta, hogy nincs mezünk, és most reggel nem, ez még beküldte. Egy Feridek. Ez az! Köszönöm, kár, hogy esses. Így van. És három de darab. Rendes. Három darab. Te hanyas vagy? Hetes. Nem tudom, de bocskorol ráig. Ja. Hanyas vagy, te disznó. Emlékeztek erre? Figyelj, az enyém... Nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, hogy hányas. Csak mondta, hogy emmes. Nem mondta, hogy de rossz, hogy emmes. Azt mondta, hogy emmes. Az a lényeg, hogy van magyar mezünk. A Gyugyi küldött nekünk. A Gyugyi küldött nekünk magyar mezt. Úgyhogy Balázs, köszönjük szépen. Ez egy nagyon kedves húzás. Adjátok át neki, hogy megérkezett, megköszöntük, csokoltatjuk. Most fújt egyet a szállodájában, csak akkor nyugodtan lépek pályára, hogy megkapták a fiúk. Én szerintem ezek az üzenetek egyébként fura módon eljutnak. Biztos, hozzájuk. Hogy meg, tehát az eljutnak hozzájuk, hogy ma a Feriék neked drukkolnak, hogy megjött a mez, hogy a Bariék örültek neki, hogy ez egész Morning Show és a Klassz FM veletek van. Szavarjuk szóval... ezt az elefelet. Három Gyugyák a pályán. De tényleg, én is Gyugyák leszek. Mindegyik Gyugyák mez. Juli, csinálj egy-két fotót. Csinálj, ez jó, csináljál az Instára, meg a Facebookra, mindenhova. Kényeztessük el őket. Na, azt mondja, 6 órai meccsnek az ifjuk nézi a kommentátora. Jó az nekünk? Nem. Jól közvetít az ifjuk nézi meccset? Biztos, de nem. Mert a bringában például nagyon, én nagyon bírtam a Tour de France-ot, mikor közvetítettem. Jó az neki, mert foglalkoztatott. Ja, Istenem. Akkor? Hát én azért igen, Hajdúbének azért. Hajdúbének, Gundinak örültem volna. A Gundi nagyon... azt este van, a Gundi az esti meccseket közvetíti. Igen, meg ő ott maradt valahol, azt hiszem. Ott ragadt ő is Bordóban. Megpróbált átöltözni, de nem engedték, és Bordóban maradt. Úgyhogy nem tudta kiválni, amíg lecseng az a hal. Mi van anyukáddal? Édesanyád is jön. Mama. Hozd már el este a mamát. Hozd el a mamát, adunk neki enni. Megetetjük, megitatjuk? Persze. Hallgat szerintem már mindjárt. Kezeit csókolom. Jó, nyilv meg. Végre. Ennek ma, akkor nem kell sorba állni a kisnásoknak. Igen. Mama, gyere el a melegétel osztásról, akkor lesz meleg. Lesz melegétel. Vagy viszünk valamit. Na, drága hallgatók, üzenjetek ti is a válogatottnak, küldjetek el SMS-be, hogy mit üzentek a fiúknak, mert tudom, hogy van náluk egyébként mobiltelefon, hallgatni nem tudnak bennünket, de az üzeneteink eljutnak. Az üzeneteink eljutnak, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek. Tök felhasztal ezt a Gyugyinak egyébként, hogy minden meccs előtt ő jelent. Hisz jó a hetes! Ezt például tegnap tudtam meg a focival kapcsolatosan, hogy ez a messz szám, ez régen jelentette azt, hogy te milyen pozícióban focizol. Ne, ezt nem tudtam. Esküszöm. Hát tegnap mondom, este fröccsöztem. Azért ti nagyon alulról kezditek ezt a dolgot. Nekem semmi közöm. Ez nem messz szám, Feri, a Stork minden meccs előtt végén, és kipipálja őket. Csúcsák meg. És ez igen, ha hetes oldalt fordítod, akkor igazad van, ez pipa. Egy fordított pipa, mert balkezes, ugye azért van. Hát mit tudtam én, ezt tegnap mondták a srácok, Willivel kint fröccsöztünk, meg ugye Robival néztük ezt a kis tévét, interneten keresztül, én semmit nem láttam az egészből, és akkor ott meséltek ilyeneket, hogy képzeld el, Feri, mondták így, hogy az, hogy milyen a számod, az mondta, hogy te a pályán hát, hogy hol játszol, hogy középen játszol, oda, igen. Tehát hátul játszol, csatár vagy, szélső vagy, hátvéd vagy, középpályás vagy, persze. Ja, ennyi minden nem mondtak ennyi pozíció, de akkor most már azt is tudom, hogy ilyenek is vannak. Aztán van, aki viszi tovább a saját mezét, tudod? Már van ilyen, hogy de abszolút. Hajdúbé lesz a kommentátor. Hey! Yeah! Hey, nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük. Hát már a PS játékban is, ugye?
Faragó Ricsi Hajdubé kommentálásával játszottunk mi rommá magunkat még a FIFA 07-en. Jelzi a FIFA 07, hogy akkor még nem volt gyerek, ugye. FIFA 08-09 már vége, soha többet nem fogtam a kezembe játékkonzolt. Ott FIFA 07-et letettem, megszületett a Benics kéz. Elfejtettük a PlayStation. Na, csak egy kis ráhangolódás, jó? Egy kis jó. Ráhangolódás. Kigyűjtöttünk egy-két hanganyagot, csak hogy mindenki tűzbe jöjjön és átérezze a mai meccs fontosságát. Előtte azonban egy kis statisztikai adattal fárasztanának benneteket, ha megengeditek. Figyelj! Mert hogy készültem. Készültem adatokkal, és nem tudom, mit vagyunk ennyire becsokizva az osztrákoktól, mert hogy összesen eddig állítólagosan 136-szor találkoztunk egymással. Igen. 136-szor? Hogy játszottunk ennyit? 136-szor? Hogy találkoztattunk egymással? A magyarok 66-szor, az osztrákok 40-szer győztek, emellett 30 döntetlenünk van, tehát jobb a mérleg. Ez az! Jobb a mérleg. Csírák. 297 gólt lőttünk az osztrákoknak eddig, míg egyébként az ellenfél 252 gólt lőtt nekünk, tehát 3 Miről gólt, beszél? Ha ma lövünk, akkor megvan a 300. gól. Jaj, de ennek azért fusson meg, szemában logika. 297 gólt lőttünk eddig az osztrákoknak. Igen. 252-t lőttek ők nekünk. Igen. Tehát úgy jól mondtam, ha még lövünk 3-at, akkor megvan a 300. gól az osztrákok ellen. Elég, ha 1-0, és akkor hát, kerekszám, jó, de hát... Legutóbb 2006-ban találkoztunk egymással, augusztus 16-án Grácsban, akkor a magyarok 2-1-re győztek! Az első fél időben Gerazoli, aki egyébként most is kint van, ugye? Valamint Horváth András talált be, majd egy nyomorúságos szépítő gól a lehetőségben. Egy nyomorúságos... Egy kis alamizsnát adtunk meg. Szánszer, Kujic, Haszent, Lötyen, Szlóle, Flotyen, Plóle, Tötyen. Véletlenül begurult, na Istenem! Gumicsizmás, arra szóltak erre, hogy ezt enged, már vele még már nem menjenek 2-0-ára. Tehát? A faluból. Tehát? A mai este esélyesei a magyarok! Hajrá, magyarok! Hajrá! Mocskos, Ausztria! Igen, ne menjünk el ebben. Ezzel a normális szurkolást tudod átcsúszni, átcsúszni a huligános, kicsit ultrás, nagyon-nagyon béközépes szurkolásba. Nem, egyszer, ezt ma megérdemli. Aki ma nem szurkol, az nem, az egyszer nem igazi magyar. Mag mindegy, mi se szeretjük a focit. Mi se néztünk eddig nagyon focit. Én egy buta sportnak tartom a focit. De ma... De komolyan mondom, ma... Ott a helye a 10 millió magyar embernek. A 6 órakor a tévéképernyőjel. Nincs más. Mikor voltunk utoljára EB-n? Nézzük meg, hogy mi történt akkor. Jól számolok én, hogy talán 1972? Vagy mikor volt az utolsó EB-nk, amikor kim voltunk? Hát ha 44 éve, akkor az. Igen. 44? Mondja, hát mindenki ezt mondja a 44 igen. évet. Az 72. Itt vannak Balázs valahol a jegyzeteim. Ez 72. Egész este ezeket írtam. 72. Tudtátok, hogy 72-ben egyébként hol végeztünk az EB-n? Várjál, csak azt mondom, negyedik hely. Bronz! Még 72-ben, gondolj bele! Majd befejeztem egy Brockhausen. Tehát 1972-ben, egyébként ezt keveset tudják, bronzéremmel végeztük. Ez nagyon rossz. Nagy dolog. Igen. És hol voltak akkor az osztrákok? Hol? Hagyjál már, sérjétek a bőrrednek, és egy csizmába üldözték a teleneket, ne ütszess saját. De állat bőrökbe tekerve az Alpokban kolbászoltak kecskék után, vagy megették, vagy meg... Bőrnadrágban, nyilván. Nyomorult. Figyeljetek, 1972, azért időzzünk el itt egy pillanatra, hogy mi volt 1972-ben. Mi nem kakás volt. Pelusba. Te már totyogtál kakás pelusba. A tévé az körülbelül egy Junos tévé volt, amin nézhettük. Fekete-fehér Junos tévén néztünk utoljára magyarokat Európa bajnokságon. Ugye VB-n nem, mert VB-re még ugye később kijutottunk, ugye 86-ban. Én már akkor szurkoltam, illetve nem én, de a család igen. Akkor szívtam magamba a szurkolást, tényleg az Alfáját, meg az Omegáját, mert apám ott ült a Victoria tévén kellett, és üvöltött, hogy az anyád volt lesz. Na nézzük, csak hogy mik történtek. 72 Richard Nixon pekingi útjával kezdetét veszi az enyhülés Kína-Amerika kapcsolatában. Ilyen régen voltunk. Hanem ilyen, ilyen régen voltunk. Atya úristen. Hogy tulajdonképpen mit tudod, Kovács Kati nemzetközi fesztivált nyert Dresdában és Írországban. Látod, ott is, nézd meg, hogy nem csak a fociban voltunk jó, hanem a kajakba is. Az is. Megjelenik az Illés Együttes Add a Kezed című albumát, illetve a Lokomotív GT Ringasd el magad című nagy lemeze. Sirius Tolcsvai trió szintén nagyon hasít 1972-ben.
Apollo 19 holdútja. Úristen, érzitek, hogy ekkor voltunk utoljára. A holdút és mi? Megkezdődik. Az, nagy dolgok. Megkezdődik a BMW 5-ös sorozatának gyártása. Fittipaldi nyeri a Forma 1-es világbajnokságot. Szóval azért ezek azért elképesztő dolgok, gyerekek. Nem ma volt. Ezért ez nem ma volt. 1972 a televízióban táncdalfesztivál a nyertes Kovács Kacsi. Kovács Kacsi. Nem ismeritek, hogy titkos versenyző volt 72-ben, oda jár. Azóta már visszavonult. Kovács Kati öccse, egy rejtett elcsék, Kovács Kacsi. És utána volt az a nem váltó műtét, azóta ismerjük Kovács Kati. Igazából Kovács Kacsi adta elő az Add már uram az esőt, csak aztán Kovács Kati egy családi karácsony után lenyúlta tőle ezt a dal. Szóval, hogy ezek történtek, de gondoljatok bele, hát ez elképesztő. Zseniális. Elképesztő. Na, egy kis hangulatba hozás, így kommentátorilag jöhet? Persze. Hogy ne jöhetne már? De valami régi szép meccset akarsz mutatni? Régi szép meccset, kigyűjtöttük a magyarok összes olyan gólját, ami fontos volt, nagy gólorőm volt, és kijutottunk ezen gólokkal az Európa-bajnokságra. Csak hogy kicsit hangulatba jöjjön. Ja, már benne van a Jani. Na, hallgassuk akkor ezeket, jó? És azért a legfontosabb ilyenkor, hogy a csapat lelke, az önbizalom az rendben legyen. Mert nincs felhangosítva. Volt magyar játékos, Stíver lő! Ez a Stíver! A 84. percben, mint Gerard, a 82-ben, Stíver jobbal! Stíver a 84-ben! Kicsúszott a kapus kezéből, és megadja! Megadja! Kicsúszott a labda! Gundi! 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 Kádár! Megszerzi a vezetést a magyar válogatott az 54. percben. Német Krisztián pofozza be a labdát a hosszú oldalon. Kicsit nagyobb lendületet várunk. Ott a gólhelyzet, és belövi Német Krisztián. Ezek már egy városon belül van. 3-2, így is. Lehet lőni, ma majd Kleinheis lelő. Gól! Ott van! Az Ujjac megszerzi a vezetést! Priskin még. Jönnek ketten is segíteni. Priskin lő! Gól! Mi csoda gól! Na ezek ez az elfulló. Mi csoda gól, nagy gól! Böde csúsztat. Szép! Vagy még nem nyertünk? Ne. Na, hát ezek voltak. Ezek voltak. Lovrencsics nem játszik, ma az a baj. Ja. Pedig itt milyen ezek szép voltak a legfontosabb. Ezek voltak a legfontosabb. A legfontosabb gólok az utolsók egyébként pont itt a bejutási szakaszban. Az ülői úton. Így van, ezek voltak a legfontosabb. A legfontosabb. De én már kifáradtam, mi lesz este. Fú. Megáll a szívem. Atya úristen. Óriási a kezé. Jó, egyébként ezeket jó ezeket. Hajdubé. micsoda őrült csapat. De tényleg, szóval, hogy ezeket jó meghallgatni, mert így hátha még egy kicsit tudjuk tüzelni a válogatottal. Nem vagyunk kíváncsiak most olyan események, hogy srácok, csak holnap nehogy sírjatok, nehogy 0-6 legyen. Ez nem jó, ez nem szabad. Várjál, ez lehet, hogy az osztrákoknak ment. Ja. Igen, ezek a selejtezőben előtt gólok írja valaki. Nem, tök mindegy, egyébként nem, mert a végén már a Hajdubé bemondja, hogy kint vagyunk az erdén, azok már, amik itt lőttünk az ülői úton. Na, hát nagyjából ezeket tudtuk így összeszedni, csak hogy mindenki egy picit hangulatba jöjjön. De vannak régebbi anyagaink is, egyébként. Amikor még nagyon ment. Már most is jó megy, de volt időszak, amikor azért erősebbek voltunk. Van például egy régi filmhíradó Magyarország, ja, Ausztriából. Meghallgatjuk? Hát hogy régi anyaggal vigyázzunk, mert a Wall Street farkasába is azért beütött keményen. De az nude volt. az azért egy picit más volt. Na, csak hogy mutasz, figyelj. Egy ilyet. Hallgassunk bele. Ez... MLS TV, 1966. És most újra a Népstadionban kezdődik a 111. magyar-osztrák világrekord, ez az országok közötti mérkőzések történetében. Zuhog az eső, kellemetlen az idő, a közönség mégis kitart. Időnként remek játékot láthat. Most is Vazes teszi előre a labdát, Albert a karmester, egy testcsellel két osztrákot ráz le, jobbra küldi a labdát, Volna egyből átvágja, Rákosi érkezik, Farkas lő, gól! 1-0 Magyarország csapat.
közvetítés. Úgy tűnt, hogy gólokkal nyerünk. Később azonban rákapcsoltak a fehér inges osztrákok, és kiderült, hogy Edith Rüvilt ezúttal kitűnő csapatot küldött Budapestre. Veszélyes lövés, Jelei azonban bravúrral a lét fölé nyomja a labdát. A második fél időben is látunk jó néhány szép magyar támadást. Benne lövésre levágódik. Farkasi a labda, lövés, gól! A gól, mert borotva élen táncolt a helyzet, annyit támadtak az osztrákok, és még mindig nem adják föl. Hirsro teszi előre a labdát, lövölön, és Jelei megint félzerbé. Újabb osztrák támadásokat látunk. Párics küldi befelé a labdát. Először elcsúszik Jelei mellett, lövő is elvéti. Szóval 100%-os gólhelyzetben lő, mellé! Ez bizony nagy-nagy helyzet volt. Alban vezeti a magyar ellentámadást. Szólója végén, jobbra gurítja le a labdát. Farkas egyből kivágja jobbra, benne elrobog az alapon alig. Onnan élesen belő. Farkasnak jól jön a labda, balla lő és gól! Farkas mester hármasával, 3-0 Magyarország csapat a javára. Az utolsó percbe járunk. Gondolom teltházas névtelen. Gyelei véd, Szajr újra nő. Gyelei másodszor is véd, és aztán föltabadítunk. Mindenhol Orion TV reklámok. Orion TV reklámok. Na, hát ez volt. Á, 1960. Nincs messze attól, amikor utoljára voltunk EB-n. Aha. Tehát nincs messze. Mm-hmm. Nincs messze az utolsó EB-től tulajdonképpen. Viszont, hogy kevesen emlékeznek már ezekre a pillanatokra, de néhányan biztos felugrottak. De jó, jó, egy kicsit ilyen megjelent. Na, azt mondja, hogy meghallgatunk még egy nagy klasszikust? Hm? Persze, jöhet. Csak hogy még jobban? Rápörögjünk. Mm-hmm. Mi az? Zalaegerszeg, Manchester United. Megvan? Nyomorult Beckham. Egy olyan sír, mi? Talajra. Persze, szorított az alsó gatya, mi? Ennyi. Zalaegerszeg, Manchester United. 1-0. 1-0, nem a 91. percben. Hát mi volt az? Egy csoda. Hazaküldtük őket is. Bizony. Akkor az osztrákokat, ha ezeket meg tudtuk verni, akkor az osztrákokat csak megbírjuk, ma nem? Kik azok az osztrákok? Vicces. Kéfingatjuk a labancokat. Schutner, Hintereggel, Prödl, Mária, Terézia, Júzom, Ferenc, József, na jól van. Szóval, hát tényleg, nincs más dolgunk, mint drukkolni. Jó? 7:30 pontosan, nem sokára fölhívunk valakit. Jaj, azt láttátok tegnap, mit csináltak a magyar riporterrel? Mit csináltak? Az írek, láttátok? Ugye egy-egy lett a svédek elleni meccs, és igen? Az írek baromira örültek. És bejelentkezett egy fiú, ugye a meccs után, hogy elmondja, hogy mi volt, vagy a fél időben. Körbevette egy ilyen 6 fős írcsapat, hát nem irigyeltem, de ember legyen a talpán, aki végigmondja. A fejére húzták a mes, sapkát adtak rá, a vállukra ültették, a hónal és ültették, és próbálta mondani, dobálták hátulról, nem látott semmit, írmes húztak rá, átöltöztették, a vállukon vitték, és a csávó csak mondta, rendíthetetlenül olyan volt, mint az ólomkatona. Le volt halkítva a gép, és keresünk a távirányítót, mert üvöltöttem, hogy adj rá hangot, végigmondja el a komfort, tudod, erre voltam kíváncsi, nem hallottuk, de nagyon kapott. És nem vették el a képet két percen keresztül molesztálták. Figyel, amíg megy a duma, addig ugye? Ne. Addig adod. Egy igazi kőprofi. Na, 7:30 pontosan. Ákostól meghallgatjuk a híreket, és aztán jövünk a hírek után. Ha játszanátok Mit mond Dórát, akkor küldjetek SMS-t, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva, szép reggelt kívánunk. Hajrá mindenkinek, itt vagyunk. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! A pop. Ez elfogyott a kicsit. Igen, a végén. A vájatorkom, nem tudom, még túl erősen. Na, 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hát mivel készültünk még, mert még mindig nincs vége.
Egyen hosszabbra. Figyelj, megszavazták az EB szlogeneket, és egyébként szeretik a magyar szlogent. Érted? Nem szeretik a legjobb szlogent. A legjobb szlogen lett, volt egy szavazás. Riri Hungarit. Riri Hungari, vagy Rai Hungarai, nem tudom, de Rai Hungarai. Igen. Na, nagyon sok újságíró van kint a helyszínen, ugye, az Európa-bajnokságon, úgyhogy fölhívunk egyet közülük, a Nemzeti Sport online újságíróját, Karcsit, aki kint van, együtt mozog a magyar válogatottal, ott volt az edzésen, és tud nekünk egy picit beszélni a kinti állapotokról, és arról, hogy mi a helyzet Franciaországban. Már itt is van velünk Por Károly. Hello, Karcsi, jó reggel! Ciao, hello, hello! Jó reggel! Jó reggel! Jó reggel! Hello! Na, ott vagy tényleg a magyar válogatott környékén? Igen, a szállásunk az a stadiontól durván egy órára van, de voltunk tegnap az edzésen, illetve már múlt héten megérkeztünk, és akkor is végigkövettük a válogatottnak az útját, az edzéseit, sajtóeseményeit. Na, milyen kint a hangulat, mi mennyibe kerül, meséljék. Hányan vannak egy szobában? Hányan vannak egy szobában, így van. Ki van a felső ágyon? Ki van az alsón? Tényleg milyen a szállásuk? Nagyon durva, láttunk képeket, az elképesztő. A bordói szállást azt nem láttuk, a franciaországi, a Dél-Franciaországban mi van szállásuk Tourette-be, ott voltunk bent is. Hát igen, az lehet mondani, hogy felső kategóriás, de szerintem ez a többi csapatnál is így van. Hát persze, de ezt nem úgy kérdeztük nekünk, ne sőt. Hogy nem? Ők aludjanak a legkirályatosztályt ezeknek a fiúknak. Most megérdemlik, hát lakjanak jó helyen, persze, hát figyelj, mindenki megérdemli, aki kijut. Abszolút. Drága most kint az élet egyébként? Megemelték pofátlanul a franciák az árakat? Sör, taxi? Szerintem nem. Szerintem áremelésről nem beszélhetünk. Érdekes különbség van, hogy Dél-Franciaországban, ott Nizza környékén több szupermarketet és több olyan boltot is találtunk, ahol nem beszélhetünk olyan óriási különbségekről. Itt Bordóban azért már más a helyzet. Pizza például 13 euró, aztán a sör a szurkolói zónába és a stadionba 6,5 euró, 3,5 euróért adnak fél liter üdítőt. Nem drágább, mint a Hungaroring. Egyébként kimész a ringre, igen, 3000 a hotdog, tehát hogy... igen, tehát... Annyira nem túlzás. Hát tehát Magyarországon is találni olyan helyeket, ahol nagyjából hasonló áron mérik hát, a dolgokat. Elvisz egy aréna koncertre, és 600 forint egy ásvány. Szóval gyerekek, Franciaországban egyébként is határoló a sör, vagy mondjuk oké, 5-30, tehát ugyan sokat nem emeltek rajta, tehát azért nem olcsó hely. Igen. Igen. Milyen meccsen voltál benne? Mire sikerült bejutni? Eddig Velsz-Szlovák meccsen voltam. Hát ott a velszi szurkolók példaértékű, amit művelnek, illetve amit az itt létük alatt, mert úton útvélen versziekben lehetett botlani az elmúlt 2-3 napban, és tényleg... Az döntetlen lett, ugye? Egy-egy, nem? Nem, nyertek a versziekkel. Mi nyertek a versziek? Aha, igen. És beszélgettem is verszi szurkolókkal, és mondták is, hogy hát nekik igazából egy számít, hogy illetve kettő, hogy jó soraket igyenek, és győzzen a csapat. és tényleg a nyitó meccs után nagyon jó volt látni, ugye azt a franciák és a románok játszották, de a szurkolói zónában már ott voltak a versziek is, és az ő vezérletükkel 4-5 különböző nemzet tagjai összelelkezve énekeltek és ugráltak órákon keresztül. Ez tényleg jó volt látni, hogy a futball ennyire képes összehozni. Magyar szurkolók ott vannak, megérkeztek, kint vannak. Volt egy kis akadály. Volt egy kis fennakadás, azt hallotta, hogy megállítottak bennünket a rendőrök. Folyamatosan érkeznek, igen, Olaszországban megállítottak buszokat, de egy busz már ideért, és a többiek is jönnek, és folyamatosan érkeznek a magyar drukkerek. Na, hát ez jó. Ez jó, hallani. És akkor mész ma a meccsre, tehát ott leszel? Persze, igen. Hát most így követjük itt a délelőtti történéseket, szurkolókkal felvesszük a kapcsolatot, az ő mozgásukat, illetve hát majd megyünk a stadionba. Uh-huh. Ja, válladon viszed a játékosokat. Srácok, hogy mozogtak a legutóbbi edzésen? Ki tűnt fáradtnak? Sérülések kérdéseket folytatjuk. Ki milyen edzésmunkát végzett? Mi van? Lelkesek? Nem, kapitány. Hogy barapják a vasat? Kétszer kérnek az oldaltból. Ami jó hír, hogy Kádár Tamás, aki ugye alapembere a védelmünknek, ő részt vett a tegnapi edzésen, ebből azt... Igen, ő bokasérülés szemlélet, ha jól tudom. Igen, azt lehet levonni talán, hogy rendben lesz, kifordult a bokája,
még a Bordóba utazás előtti edzésen, de talán ő rendben lesz. Lovrencsics Gergő sérülése tűnik súlyosabbnak, ő biztos, hogy kiadja a mai meccset, de még az is kérdés, hogy a tornán mennyit tud vállalni, hogy esetleg lesz-e szükség cserére, most meg az első meccs előtt lenne erre lehetőség. Meglátjuk, hát reméljük, hogy... Szegény, ez milyen, hogy eljut idáig, tényleg 44 év után a magyar csapat, a válogatott ott vagyis lesérülsz egy edzésen, nagyon, szegény. Az és az utolsó edzésen tulajdonképpen az elutazás előtti, mielőtt Bordóba jöttek volna az utolsó edzésen, ez tényleg elég nagy pek. Ja. Nem jó. Nem jó hír ez. Nem jó, ez semmilyen negatív hír, nem jó hír. Nem jó, nem jó nekünk. Na, de legalább akkor tudjuk, hogy a Kádár az játszik. Tehát ő ma pályára lép. Ha igen, abban bízhatunk, igen. Ez jó. A kapitány megtanította már németül anyázni a srácokat? Igen. Hát a Gábortól is tudnak tanulni, a Király Gábortól, meg ja, hát látom. Azért még vannak ott páran, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz. Gyerekek, Király Gabi a rangidős. Ha pályára lép, a akkor legnagyobb. Mivel ugye pályára lép, akkor a legidősebb. Igen, az elbítőtehetében. Igen. Az hogy lehet, hogy még mindig szenzáció a Király Gabinak a melegítő nadrágja? Szeretem. Ennyi év után. Hát ez jó kérdés, meg a Gabinak a személyisége is. Tegnap az osztrák kok is a sajtótájékoztatón Királyról kérdezték a többieket, és Gyurgyák Balázs mondta, hogy hát büszke vagyok rá, hogy a csapattársa lehetek, maga csapattársam lehet, mert tényleg Gábor egy olyan korszakos egyéniség, hogy én még emlékszem gyerekként rá, és még mindig véd, tehát egészen fantasztikus. A Király Gabi merchandisingot el tudom. Ennyi, az is egy koszos melegítő, füves melegítő, ja. Füves koszos melegítő, sáros melegítő. De az az érdekes egyébként, hogy több kapus is védett régebben Matko alsóba, amit talán neki ilyen kuriózummá tette ezt, hogy ő mindig a szürkébe védett, és akkor ezzel azonosították, de maga az, hogy Matko alsóban véd kapus, az régebben is előfordult, csak valahogy ez a szürke Matko alsó, ez vált ilyen legendás. Igen. Jól van. Oké, hát Karcsi, jó mulatást akkor nektek, jó drukkolást, és este nézzük. Jó? Köszönjük. Köszönjük. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Magyarország! Hopp, 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 hopp! Hopp, hopp, hopp! De ez már az osztrákban szólt, hogy... Ez mi volt? Ez mi ennek? Mi a neve? Vuvuzella. Nem, az a hosszú volt, ez előtte volt. Ez a rövid vuvuzella. Ez a rövid vuvuzella, amit oldalt fújsz. Ez a úgynevezett kurtozella. Viszintesen tartod a szádba, és oldalt fújod. Egy ilyen kis látcső alakú valamit fújsz meg, és akkor rezek, mert nem tudom, mi a neve. Na mindegy. Aki még nem látott, ez fél óráig csak nézegeti. Nem tudod, mit kell vele csinálni. Nem távolít, nem tárcső, mi lehet. Na játszunk a kérdés, mit mond óram. Visszafelé beszélünk. Ülészhev élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyelang, mime? Aki válaszol. Elfelejtettük megkérdezni, mit ettek a fiúk tényleg. Hát a 86-os mexikói világbajnokságon, ugye a tészta. Remélem, de jó snudi volt. Remélem, csak egy kicsit dödöllét. Nagyobb adag tésztát nem ettek meg semmiből, csak egy pici dödöllét. Ugye hát 86 Mexikó. Ja. A magas tati levegő és a tészta. Az volt a baj. Szerencsét a mákos tésztára fogta. Nem volt mire. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggel. Sziasztok, Andi vagyok. Szia, Andi. Nézed be a meccset? Szívedet magyar zászlóba öltözteted? Igen, mindegyik meccset nézem. Nem tűnsz túl lelkesnek. Aha. Mit tippelsz a mai meccsre? Mi lesz a végeredmény? Nyernek a magyarok. Mennyire? Hát egyértelmű. 2-0. Hát ez abszolút szép. Hogy fogsz sikítani az első gólnál? Ha mi lőjük. Mutasd meg. Ja. Tényleg, mindenki... Hajrá, magyarok! Ez egyébként egy messzi vezeti szisszóra, nagyjából. Tényleg, ma bárki adásba kerül, mindenkinek meg kell mutatni egy gólörömöt, vagy egy kiabálást, jó? Na, halljuk egy gólörömöt, tessék! Gyugyi egy brutál szabadrugása a 36. percre belövi. Na, Andi! Gól! Uh-huh. Na jó, játszunk. Nem rossz. Na, akkor nézzük, mit van. Érdemes tőle kérdezni? Oké, jó lesz ez, Andi, válaszál. Mit szeretnék kitalálni? Állat. Nem azt mondtam, hogy bánts meg engem, hanem hogy mit szeretnék kitalálni. Jó, jó, legyen az állat. Jó. Legyen az állat. Oké, mutatjuk, jó fél percet van. Figyelj, óra elindul. A képi level. Nagyon. Ennyi. Elszállt ezt a
Mondjuk jó, hogy Júli olyan hangosan mondta be, hogy akár tőle is elfogadhatott volna. Júli van most itt velünk reggelizik. Rülsz, Júli, hogy nyertél. Őt a kis kompjútere mögött ki leveli. Konkrétan. Rajta van a fülés, négy is hallotta. Figyelj, hallgatja az adást, együtt él az adással. Ennyi, ez jó. Ez ennyi. Oké, figyelj, megvan az ajándékcsomag. Andi, tök ügyi vagy. Nagyon szépen, köszönöm. Gratulálunk neked. Ilyen sikere köszönöm. Legyen a magyar válogatottnak így is ma este. Így menjen át a magyar válogatott az osztrák védelmen, ahogy a te megfejtésed áthasított ezen a feladványon. Legyen így. Puszi. Puszi, sziasztok. Aztán nehogy túl idegeskedd a dolgot. Ciao. Jó. Hello, ciao, ciao. Pohár hideg vizet tegyél be magadnak. Nem a szívinfarktus fogja elvinni azért őt se. Nem? Nyugodt ki egyensúlyozva. Nem, persze. Na, nem, hát így van. Nem kapkod, nem siet. Na jól van. 5 perc van pontosan 8 óra. Várunk friss közlekedési híreket, ha van, küldjétek el nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk. Minden morning show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon. És hát... Hallja Magyarország! Hallja Hungáriát! Sírni fog ma Ausztria! Kaput, Labanc! Ma még benne fúj a nagyjám! Zsül, lélegezted! Lélegezted, légy szíves! Szóval, igen, hát, ma 6 órakor. És mindez popsiba. Igen, nézd, ugye? Igen, gyerekek, én mindig mondom, szelel az árus, szóval úgy szelel, mint egy jó kukta. Igen, jó kukta. Évekig át tanulni a technikáját, de... Ha egyszer rájössz, utána bármit megfújsz. Bármilyen buliban te leszel a napfénypontja, te leszel a sztár. Szóval mi volt, hajrá magyarok, mi volt? Mi volt, mondtál valami? Ria, Ria, Hungária, sírni fog ma Ausztria. Ú, de jó! De ez nem olyan jól hangzik. Nem értik. Ezt nem értik, pedig a nagy része fordítható. Aha, Ria, Ria, Hungária. A... Például. Na, mo- tehát ez ugye. Nyilván. König. Schäfer. Deutsch. Gross. Kleinhäuser. Golan! Ja, értem. Nein, mindenki fordítható. Mindenki le lehet fordítani, igen. Na, azt hiszem, hogy van-e friss. Azt mondja, hogy magyar népnek nincsen párja, Böde Dani az osztrákot földre rántja. Miénk lesz az egész pálya, Ria Ria Hungária. Hungarája. Raj, nekem mindegy, Ria, Hungária. Igen. Nézzünk gyorsan egy-két közlekedés hírt. Mi a helyzet az utakon? Azt mondja, hogy viszonylag ma minden rendben van egyébként. Végre süt a nap, és napról napra egyre melegebb lesz. Van egy trafink az M86-os Szombathelynél, a 88-as körnél lesz, Laci küldte nekünk. Szigetszentmiklóson történt valami, mert hogy nem lehet közlekedni. Ha tudjátok, akkor írjátok meg nekünk, léci, mert többen kérdezik, de egyelőre az okát nem látjuk. A Lepsény polgári lehajtó M7-es baleset miatt beállt, Bazsi küldte nekünk. Útzár van, 1 kilométeres a várakozó sor végén, ráfutásos baleset történt. Most jó utat, ez 3-4-8-kor történt, tehát M7-es polgári lehajtó Balaton felé útzár, próbáljátok kerülni. 6-os út, 206-206-206-os kilométerénél. Jaj, nem mondj már, akkor picit lassítunk. Útépítész van egy kicsit ott Pécs felé, és Rákóczi falva és Szolnok között kamion az áróban, rendőr és tűzoltó. Mi szivárvány, integessünk vissza! Integessünk vissza, ma mindent megkapcsolunk. Integessünk vissza. Na! Hiari Hungária! Szopni fogsz ma Osztrákia! Nyom. Hogy tetszik mondani? Baj lesz a következő bünti, te csengeted, csak szólok. Azt mondja, hogy elverjük a Labancot, mint szódás a lovát, mert fociban mi uraljuk szép Európát. Győzni is csak mi tudunk, mert miénk itt az ész, és a szívünk a nemzeté. Aha. Pali Isten, Benstor gép, Magyarország színre lép. Ma csak a fiú kedvéért fogom felvenni a piros kabalabugyim. Hajrá magyarok, hajrá srácok, Andi küldte nekünk. Ma én is felveszem a piros kabalabugyim. Ezt nagyon vászem, kis. Én meg már végre leveszem és kimosom.
Nagyon bevág a kis, nagyon bevág a kis tanga. Na, jöhet egy újabb hangulat, hangulatfokozó elem, ugye ma már bejátszottuk Kunticsot, Kopunovicsot, Zalaegerszeg, Manchester United-et, volt visszatekintés ugye a nagy gólokba, és hogy jutottunk az EB-re, de jön akkor valami igazán klasszikus. A mi gólöröm játékunk, hát ha ez hoz hangulatba valakit, megmutatjuk keddet, szerdát és pénteket, ugye, csak hogy hogy tud drukkolni a magyar, hogy mire vagyunk mi képesek. Jó, jöjjön akkor először a keddi játékosunk a gólöröm játékban. Hát ugye, híres lett, imádjuk, szeretjük, ő is nagyon tudott drukkolni, így drukkol a magyar íme. Hajrá! Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja Rizzónak, Rizzó visszapasszol Neymarnak, aztán ismét Messi, és végül Rizzó elé kezdve leragadta bal oldalról, és egy élet helyes labdát lő. Gól! Ági! Így drukkolt Ági! Mutatjuk a csütörtöki játékosainkat. Isten, mi hogy... lesz ma este Áginál, azt képzeld. Ó, hát ma nagy gólöröm lesz, így van. Mutatjuk akkor a csütörtöki játékosainkat, a két rendőrt, aki reméljük még mindig az, és nem bántották őket. Egyébként van egy kis humorérzék a rendőrségnek, mutatjuk. Jó estét kívánok, jó szurkolás! Talának a csapatot, elkezdődik a mérkőzés. Messzú, sajnos, ha nem játszott be, sérül, de itt van helyette Messi. Messi, aki gyönyörű labdaátvételt követően indítja Neymart. Két védőt kicselez Neymart, tőle a 16-oson belül. Majd Messi a gurít, aki kapásból rárugva a labdát. Atya ég, mekkora gól, hihetetlen, hatalmas bomba! Őrjön a tömeg, a turkolósereg, tapsó, Messi nevét kiabálják, hihetetlen ez a fiú, hihetetlen ez a fiú. hogy milyen drukkereink vannak, akik reméljük ma újra a tévé előtt ülnek. A pénteki gólöröm játékosunkat, Zsoltot is megmutatjuk, hogy drukkol a magyar. Kérem szépen, nagyon izgalmas a mérkőzés. Neymar kiteszi félre bal oldalra, és hozza hatalmas közre. Micsoda középrehajás, ott jön Messi egy eszernyőt jelen, egy jobb, egy olló, és olló! Olló, az gól! Ott a gól! Messi! Messi bevarta, 2-1! 2-1! Kandel a pilóta, kandel szexordel, a vesse állak, a pilóta! Hát a nem Messi, Messi, meg az a Neymar! Neri, Rolasso! Rolasso! Gól! Zsoltot lehet, hogy még fölhívjuk majd, ha elérjük, hogy játsszál nekünk a spanyol kommentátort, úgy, hogy behelyettesíti a magyar játékosok nevét, és ne csak Messit tudósítsa, hanem egy magyar gólt spanyol kommentátorként. A spanyolok imádnak minket, imádják a magyar labdarúgókat, Balát, Puskás, hát most nem szurkolhatnak az osztrákoknak ma este. Hát nem, a spanyolok, nem, nekünk. Azért. Nekünk kell hogy szurkoljanak. Na, ki milyen eredményt mond, mikor jön az első gól? Nem, mert egy kicsi fogadás, egy kicsi tipp, valami, hát ha... Hat után. nincs, nem vagytok ma fogadós kedvetekben. 2-0-ra megnyúlva. 2-1. 2-1, de nekünk. 2-1. Hát most más nem nagyon mondhatunk, igen. Most, ha nyerünk, akkor hogy nyerünk? Jani, mit mondasz? Nagyon. Most nem mondhatunk mást. Tehát 2-1, Feri azt mondja. Az első fél időben lesz 1-1, és a második fél időben még bevarunk egyet. A proféta. Én ezt így mondom. A proféta legyen veled. Gyugyi, este odaver, sírni fog ma Österreich! Jézus, kösz, Isten. Jó. Én egész este ilyeneket fog. 6-tól én a meccs alatt, amíg nézzük, én nem csak biztos, ezeket. Hogy tudok menni. Csak ilyeneket nyomjunk. Gerda Zoli cserepadon imádkozik se ide nagyon. Így van, zúgatraktor szánt az eke osztrákoknak, most lesz vége! Ez az!
Ott fogunk hullámozni a Zsüllel. Jöhetnek még a kicsik is indulók. Jó, írd föl, légy szes, fél időben egy-egy, második fél időben még egyet. Bevarunk, 2-1 a végeredmény. Te jössz? 3-2. 3-2 ide. 3-2. 3-2. Én azt mondom, gólzáporos meccs lesz. Most ha nyeréseket tippelni, akkor én azt mondom, hogy... De arra hogy, kell, amit hogy, érzel hogy, a szívedből. Na, mit érzel? 1-0. 1-1-1-1-1 gólt. Egy gólt valahogy bekavarunk. 1-0. 1-0-ra hozzuk. Aha. És az osztrákok nem lőnek. Hát nem, 1-0. Az azt jelenti, Anu? Érted, a nulla ebben az esetben azt jelenti, hogy az osztrákok nem lőnek gólt. Vág az eszed, mint a borotás. Így van. Nagyon jó. Nagyon jó vagy. Tudom, ki kell nekünk. Tudom, ki kell nekünk. Az ország jósa, Frabato. Csak egy mondat erejéig. Csak egy mondat erejéig. De arra akarod kérni, hogy végeredményt jó mondjon sorja. Nekünk igen. Valamit. Hát mondjon ez a nagyszerű ember valamit erről. Hogy mégis mit érez? Mit mond a kávézac? Mit mond a kecskevér? Mit mond a pálcánszem? Mit mond az ürühús? És mit tippel a törött tükör? Ennyi. Mondjál nekem. Nézz ebbe a napelemes kristálygömbbe. Igen, csak ne adjon le egy számlát 2-20 áfáról. Így. Majd ne kelljen kifizetnünk. Legyen ez a mai tanács ingyen. Itt van velünk Frabato. Hello Frabato, jó reggel. Jó reggel. Hajrá magyarok. Hajrá. Nem. Esélylatolgatásba belemehetünk, de igazából most egy másik valamivel készültem. Na. Egy személyes mágia magyaroknak. Személyes mágia? Igen, hát fontos nekünk, hogy igen, ilyen csapattal összekötetésben legyünk. Távol vannak tőlünk. Kíváncsi vagyok, hogy hármatok közül melyik jön rá. A személyes mágia lényege, mikor tudsz egy ilyen csapattal összhangba kerülni? Ha megszerezzük Gyugyi egyik hajtincsét. Ha valamelyiknek a barátnőjét már levartad. Tehát azt kell csinálni mindenkinek otthon, igen? Amikor a himnusz van. Igen? A himnusznál fölállsz, ugyanúgy a csapat, amikor énekel a himnusz, te is fölállsz, énekled a himnusz. Eddig egyelőre akkor ez menni fog. Ha ez menni fog, ez egyszerű. Ilyenkor viszont összekötetésbe került az összes ember, aki együtt van és énekli a himnusz, egy közös energiát alapít, amit a csapathoz közvetítenek. Ennek az ellen, ez jó, mert feltöltöd a csapatot. Jobban de jó, de ezt az osztrákok is csinálják, hát akkor egy-egyben vagyunk. Ezt nem vagyunk, mert amikor az osztrák himnusz megy, akkor le kell halkítani a tévét, kevesebb energiát kapnak ők a saját embereiktől és tőlünk, és igazából ólom nehezéket teszünk a lábaikra. Aha. Nehezebben fognak menni, nehezebben mozognak. Ez nagyon jó, ezt csinálják általában külföldön, a tájföld és ilyeneken a helyi varázslat kint van a meccseken, és ott szabályozza ezeket a dolgokat. Ez halál komoly. A helyi varázsló. A helyi varázsló, igen. És ő lehajtott fejjel áll a másik csapat himnusza előtt, vagy alatt? Erre gondolsz? Hát igazából itt komolyabb dolgok vannak, tehát megcsinálja a babáikat, mint a vudu babákat. A vudu babákat, persze, tehát volt egy olyan, utána tudtok nézni az interneten, nem is olyan régen, 86-ban, azt hiszem tájföldön egy meccset le kellett állítani, mert helyi varázsló, ez most hülyén fog hangzni, de igaz, villámokat szór szét, és ugyanazon a meccsen 7 emberbe csapott bele a villám, 7 játékosba. Az volt a varázslatban rossz, hogy a bíróba is, tehát leállították a meccset, pedig nyerésre állt a csapat, és újra kellett játszani. Ezek működnek, ezek a dolgok. Hát nézd, ha ma valami ilyet tudsz intézni, akkor, akkor abban benne vagyunk, ne legyen bajuk, csak egy picit feküdjenek le a pályán, pont amíg kettőt. Nyerni fogunk, én megnéztem számmisztikailag is, ami érdekes. Jelentsen a szóbármit is. Igen, ami érdekes. Hogy mennyiért tudnád kivitelezni ezeket a villámokat? Arra gondolsz számmisztikailag? Nagyon sokba kerül, de meg tudunk rá alkudni. Portugálok ellen nagyobb esélyünk van. Aha. A portugálok ellen ez nagyobb esélyük van. Igen, mi értjük, de miért is? De miért is? Figyelj, számmisztikailag az a nap kedvezőbb a mi csapatunknak, mint a portugál csapatnak. Aha. A ma százalékban 5%-kal kedvezőbb ez a mai nap nekünk, mint az ellenfelünk, de csak 5%-kal. A portugál nap az 25%-kal kedvezőbb a számunkra. Ó, ezek hogy reszkednek ezek. Csak ott van egy Ronaldo, azért te Frabato, azért ott van egy Ronaldo, azért. Akkor én lekezelem. Lekezelem? Jó, kezel. Már megvan a bábúja a Ronaldónak annyi. Jó. De jó. Ezt jó hallani. Ezt most megnyugodtam. Mennyit mondasz, mi lesz az eredmény szerinted? 2-1. Ez az! Köszike! Én is ezt mondtam. 2-1. Legyen így.
Frábátom, a proféta, a fekete varjú, a holló, bármi, a nem tudom. A fekete varjú, békanyán, igen. Békanyán szóljon belőled. 2-1, azt mondod meg, tehát az, igen, az, az a kiegyezünk. Igen. Igen, kiegyeznek én is, csak meg kell mondjuk, hogy kilövi a kettőt, de mindegy. Inkább akkor mondjuk 1-2-nek, mert... Nem, vannak elő? Mert Ausztria-Magyarország. 2-1. Kettő, és nagyon fontos ez tényleg, hogy a himnusznál mindenki egy legyen a csapattal, és akkor rácsatlakoznak, olyan energiát kapnak, ami fölgyorsítja őket. Turbósítjuk a csapatot. Jó, oké. Frábátor, nagyon köszi. Nézed este? Igen, ott leszek és nézem. Igen, nincs rendelésed? Nem rendelsz? Akkor Már dolgozom, srácok. Pont ja, most meló vagy? Ja. Már meló van, hát ja, ne haragudj, ne viccelj. Ja, sorba állnak. Aha, ártatlan hát embereknek. Hát most meg ketten vannak. Ez már sor. Ártatlan embereknek pecsételed meg a sorsát, mi? Csak jókat mond, hát érted. Na jó, Frábátor, köszi, vigyázz magadra. 2-1, felírtuk. Jó turkolás, sziasztok. Ciao, hello. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok, így van. Má melózik. Na, nézzük meg, hogy szól az osztrák himnusz, jó? Osztrák himnusz. Csak hangolódjunk rá az osztrák himnuszra. Jó, tehát tessék? Ebbe azért ne rúgjunk nagyot ebbe a sztoriba. Óvatosan, tudjátok, ez egy érzékeny világ, most nem mondhatunk semmit más ország himnuszára, mert aztán Adler megbecserintették az osztrák himnuszt, meg aztán jönnek át a határon, megrohamoznak bennünket. De meghallgathatjuk, hogy mikor kell állunk lehajtott fejjel. Mint kell, le kell halkítani a tévét. Hát akkor nem fogja hallani az egész ország, aki minket hall. Hát akkor ne hallgassuk meg. Hát most hallgassuk meg. Ne, akkor csináljuk azt, hogy jázz le, de lehalkítva. Már most! Na, figyelj, így szól az osztrák himnusz. Csak kíváncsiságból, hogy mennyi... Á, semmi, nincsen sehol. Na, oké. Okay. Ez nem az ötvös cirkusz. Nem gyors. Himnuszban jobbak vagyunk. Látszik, hogy zenész vagy, Feri. Ez nem gyors. Meg vagyunk tipikus temetési zene. Abszolút, igen. Hát mondjuk a miénk se túl vidám, de... De azért hát, egy jellemületesebb. Jobb a miénk, így van. Ugye? Aha. Itt is hosszra fizettek. Igen. Na jó van, oké. Jó, hát úgyse fogjuk hallani este, akkor Frábától azt mondta, hogy le kell halkítani a tévén. Jó, tehát nem kell rá semmit mondani, nem kell csinálni semmit, csak amikor jön az a himnusz, akkor lehalkítjuk. Jó. Jó kérdés, hogy Frabátom miért nézi a meccset, ha tudja a végeredményt. Egyébként ez jó. Igen. Nagyon szeretem Frabátot, ennyi sületlenséget ember nem beszél össze, de egyébként nagyon szórakoztató teszi mindezt. Nem? De, tehát hogy lehet ebből megélni? Jól. Így van. Kiválóan lehet ebből megélni. Mindig jól megélsz, ha van nálad egy ilyen hülyébb. Nem? De igen. Tényleg így van, csak a nálad hülyébeket kell megtalálni. És de már jól megélsz. Abból a termékből, amit előállítasz. És jól keresni ezt csak Frabátor, vagy a kormány szóvívő le. Két ilyen állásom. Kormány szóvívő és Frabátor állása. Na, felhívunk azért egy szakértőt is, jó? Csak hogy elemezzük picit azért szakértőkkel is a meccset, mert ha nem mondom, hogy Frabátor nem az, de egy másik oldalról. Rácsörünk Vince Ottóra, ami drága Vince Ottóra, nagyon kedveljük őt, nagyon szeretjük, és nagyon sokszor beszéltünk már vele, hogy ő is öntsön még egy kicsit, egy kicsi lelket a hitetlen magyarokba, hogy mondjam, olajat a tűzre. Miért van esélyünk megnyerni, mert én látom az SMS falat, hogy ezért itt most már azért behergeltük a nagy többséget, de még mindig van egy-két hitetlen gyaúr, aki hát nem akarja ilyen osztrák fölfelé szakadár van. Igen, azért. Meg úgy is kibérelnek minket, meg holnap sírni fogtok. Ez most nem jó mentalitás. Most csak egyre lehet gondolni. Így van, meg ottól legalább elmondja nekünk, hogy kik azok az osztrák játékosok, akire érdemes odafigyelni, olyan tekintetben, ha mondjuk szögletet rúgnak, akkor jó céltáblák legyenek egy pénztárgép szalag. Igen, egy aranyászokos üveggel. Nem voltam. Ott repül a kőbányai. Na, itt van velünk Vince Otto, hello Otto, jó reggel, ciao. Hello, elindult már Varga Miklós dala is. Na, hát mennyire vagy izgatott a ma estét illetően? Hát először is elkezdtem titeket hallgatni, és ez izgatottá tett, ugye. Látom. Ez a rengeli perverzió. Hát, minden reggel.
Úgyhogy ma meg fölképítem, ma meccs van, úgyhogy tényleg nagyon várom már a meccset. Sajnos még nem tudok ott lenni, csütörtökön indulunk ki Marseille-be, mert egyéb elfoglaltság miatt, úgyhogy ma valószínűleg baráti körbe fogom végigdrukkolni a magyar válogatott meccset. De nagyon durván vagy lelkes, mert előre berekedtél. Tehát ez egy olyan fokát mutatja már a drukkolásnak, hogy te már a meccs előtt egy kicsit be vagy rekedve. Hát már fél éve erre kirekedtem. Csak a kiabálás. Ott, amikor ideges szoprán lesz. Na, mit mondasz? Van esélyünk, nem? Hozható? Az egyik barátom, aki Franciaországban él, azt mondta, hogy neki az egyik ismerőse dolgozik ott, ahol az osztrákok laknak, és ma reggel csigát ettek reggelire. Úgyhogy nagy esély lett arra, hogy a pályán is egy kicsit lassabban fognak közlekedni. Alapvetően különben olyanok az osztrákok, mint a mérgezettegenek, tehát ez valószínűleg probléma lehet. Gyorsak? De a magyar válogatott, hát gyorsak, tehát ez jellemzően ugye ez a németes foci, nyilván nem ugyanazon a szinten, de nagyon sokat fejlődtek, elég sok olyan játékosuk van, akik különben más kultúrából érkezett, ugye a bevándorlási hullámnak köszönhetően, tehát elég sok oldalú az osztrák válogatott, a svájci szövetség kapitánya, a Marcel Kollára, és hát én azt gondolom különben, hogy az osztrák válogatott, nekem az a véleményem, hogy az egy talán a legjobb csapat a csoportunkban. Tudom, hogy erre sokan fölkapják a fejüket, hiszen ott vannak a portugálok, meg hát mi magyarok is, de én őket nagyon egységesnek érzem, annak hogy nem sikerült a legutolsó felkészülési meccsük az a hollandok ellen, de jó játékosaik vannak, és csapatként is egységesek, fiatalok, éhesek a sikerre. Ettől függetlenül én abban bízom, hogy a magyar válogatott folytatja azt a fajta teljesítményt, amit az elmúlt időszakban szervezetten jól védekezve mutatott, illetve teljesített, tehát én optimist vagyok teljes mértékben. Na, hát akkor ez mindenképpen jó. Egybeesik Frabátóval. Egybeesik Frabátóval, ő is azt mondta, hogy az osztrákok lesznek a nagyobb ellenfél. Igen, ezt mondta Frabátó is, igen. Beszéltetek, hogy mi van? Kivételesen belenyúltam be Frabátó. Lehet, hogy még kivételesen igaza lesz valami. Igen, azon kevés ember közé tartozik a Frabátó, aki ért Magyarországon a focihoz. Komolyan? Ne hülyeste. Tényleg? Honnan? Nem viccelek, csak de tényleg a szívemről beszélt. Tehát mi mindannyian azt szeretnénk, nyilván jól alakuljon az első meccs, mert az megadja az alaphangot különben mindenkinek, aki itthon maradt, meg akik kimentek szurkolni a magyar válogatottnak, vagy éppen akik úton vannak, hiszen információim szerint nagyon sokan indultak el Franciaországon. Igen, néhányukat lekapcsolták, meg van egy-két pirotechnikai eszköz, amit elvettek, de ez benne van. Mind. Szóval ezzel nincs baj. Mennek néhány a földlevegőre. Mi eszkád rakétát is elvettek tőlük, de ezzel nem kell foglalkozni. Jó, tehát akkor ma nyerünk, és akkor, hogy van, a kettő jut tovább, vagy három jut tovább a csoportból? Ez egy tök laikus kérdés, de kettő, ugye? A kettő az tovább jut, és azt hiszem, hogy a legjobb harmadik, de most jót kérdeztél, ezzel megfogtál. Két legjobb harmadik. Azt hiszem, hogy a két legjobb harmadik, igen, is tovább jut, tehát gyakorlatilag matematikailag is van esély arra, ja, tehát lehet számolgatni, de ne a mostani meccsen kelljen, hiszen ez az első, ez adja meg az alaphangot, és nézzünk jól ki, eddig nem néztünk rosszul ki, tehát azért mondom, hogyha ezt folytatjuk, akkor nem lehet gond, és a EB meccseit látva, tehát az eddigi meccseket, nagyon kiegyensúlyozott volt a mezőny, és ami nagyon érdekes, és ez adhat reményt a magyar válogatottnak, hogyha jól föl lett készítve fizikálisan, hogy például tegnap az olaszok, a spanyolok, vagy éppen a franciák is, vagy más válogatottak, akik nyertek, azok a végén próbáltak, meg tudtak még egy lapáttal rátenni, tehát fizikálisan meg koncentráltság terén elég jól föl vannak készítve a csapatok, és a meccs végén esnek a gólok, tehát végig oda kell figyelni, hiszen tényleg 91 néhány percig szokott tartani mostanában egy foci meccs, úgyhogy bármi lehet. Na, hát nagyon kíváncsiak vagyunk. Otto, köszi neked ezt nagyon szépen, köszönjük. Helyzetértékelést, drukkolunk akkor egy este. Egy élmény volt. Köszönjük szépen, Vince, Otto. Hajrá, magyarok! Minden királynak a csúcsák, sírni fogtok, osztrák bulák! Nyert a magyar esti hír, Schwarzenegger népes hír! Zaj, de jó! Azta minden, Schwarzenegger! Ausztria gól nem talál, pizsomás kapu, a király! Nagyon jó! Szép lányok és jó borok, nekünk nem kell más, ezt olvastad? Vesszenek a sógorok, Riali Ungária! Hajrá, Magyarország! Egyébként ez is jó, tényleg jön majd el. Nagyon jó. 8:30 volt pontosan, 2 perccel Ákos elvagy a legfrissebb híreket, aztán jövünk vissza mi is. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A Morning Show.
este jön egy Gyugyi Zicser, odaég a Wiener Schnitzel. Levegőt neki! Adjuk neki még levegőt! 3-9 lesz pontosan, egy perc múlva egy jó kis Gangsta-Zolival és a Kártellel hangoltunk a franciák felé, ugye. A Szerpatár felé című daluk után sok-sok évvel egy másik dal, ami hasonló a franciák. A franciák felé mit kaptunk? Atya úristen, Gyuri hozott egy fantasztikus. Jézus, atya úristen. Ez mi ez? Szurkoljunk együtt a magyar válogatottnak. Nagyon jó. Na, és mi van benne? Ferenc József halotti maszki. És kiugrik belőle na. Egy nyúl. Azt mondja, kedves Balázs Feri és Jani, ma este mindjárt együtt szurkolunk a magyar válogatottért az Ausztria elleni küzdelemben, a mestézi szurkoláshoz, barátok szurkolótársak mellett finom falatokra és hűsítő italokra is szükség van. Fogadjátok el tőlünk ezt a kis szurkolói csomagot. Rákóczi Ferenc. Feri küldött volna nekem. Ne jöjjetek hozzám. Nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen. Szépen, nagyon kedvesek vagytok. Köszönjük mindent szépen. Kiabáljuk meg együtt 18 órát, hogy ajrá magyarok! Aj, de drágák, köszönjük szépen az egyik. Hiper, ha lehet így mondani őket, remélem azok. De hát az egy nagyon durva reklám lenne. Ezt most beolvastam, nem tudjuk, de köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Minden versbe kell a rím, veszni fogtok, osztrák tím! Nagyon. Köszönjük, Petya. Itt az ott jött a gól, legy eszene nektek szól! Szép volt, Jani! Ennyi gyerekek. Na, meghallgatjuk akkor, hogy egy spanyol kommentátor hogy közvetíti a magyar gólörömet majd este? Meghallgatjuk? Hogyne hallgatjuk. Ugyanis volt ugye a gólöröm játékunk, és Zsolt volt, aki megnyerte, és utazik velünk majd Barcelonába, ugye októberben, amikor is megyünk egy Barca meccsre, és a játék tétje az volt, hogy ugye nyer egy hűtőszekrényt, valamint ugye ott lehet velünk egy Barca meccsen, és ti, drága hallgatók, úgy döntöttetek, hogy Zsolt utazzon velünk, egyébként szerintem is ő érdemelte meg a legjobban. És arra gondoltunk, hogy felhívjuk Zsoltot, ez most nem függ össze azzal a játékkal, csak ha már neki ennyire jól megy a kamu spanyol, és ennyire tud hát szakkommentátori vénával tudósítani, akkor mutassa meg nekünk, hogy kommentálják majd a ma esti meccset a spanyolok, és hogy örülnek majd a magyar gólnak. Itt van velünk Zsolt, hello Zsolt, jó reggel, ciao. Hangulatban vagytok. Szerintem, jó. Na, mi muszáj. Nagyon akarjuk ezt a ma estét, a győzelmet, így mindent, van. Vért ittunk. Kell a magyaroknak egy kis vérátömlesztés, mert mindenki egy kicsit szkeptikus, meg egy picit nem akar annyira drukkolni, meg azt gondolja, hogy úgyis kibérelnek minket hattal. Ez a mai így napot mi annak szenteltük, hogy kicsit tényleg meghozzuk a régi szurkolói kedvet, ami ott volt 86-ban, ami ott volt, nem tudom, 72-ben még az EB-n, amikor ki voltunk. Nem, hát 86-ban még ott volt a szurkolói kedv. Igen, ott ment el. Az első körben. Igen, mi is annyit szívtuk a vérüket, most egy picit törlesztünk. Szerintem most az egész műsor szólhat róluk, azért ez egy nagy dolog. Erre egy generáció várt, így van. Zsoltikám, mi a helyzet? Várod az estét? Hát nagyon igen, szenzációs lesz szerintem. Tényleg ez ritka pillanat, sajnos, de reméljük innentől minden felpörögés ott leszünk minél több eseményen. Hát én is már izgulok, ideges is vagyok, hogy tényleg hogy fognak szerepelni. Ugye nagyon erős, ha tényleg itt most kell minden az osztrák keretet is, de mi ott vagyunk, ez a csapat, ez most a szívét, lelkét ki fogja tenni, darálni fognak, mint az őrültek szerint. Hát remélem. Igen, az egész ország velük van, most miattunk is kell, de szerintem ezt ők egyébként nagyon érzik, és ott fognak remélhetőleg idézőjelesen, hát tényleg kihajtani a belüket, meghalni a pályán, mert ezt várja most el tőlük mindenki. Így van, szerintem, bocsánat, de a szurkolók is melléjük álltak, tehát tényleg mindegy, hogy milyen klub, ki hova szurkol, ki milyen csapatnak, itt egyértelműen mindenki a magyarokért összeáll. De hát ezt így is kell, szóval ezt azért minden ország nagyon tudja, most nekünk is hozzájuk kell csatlakozni, itt most mindegy, tényleg közelebb ilyen klub szinten kinek drukkol, itt most egy a cél. Figyelj, ugye készülsz az októberre, egyébként megyünk ugye Barca meccsre. Én nagyon-nagyon készülök, és itt mondjuk meg is köszönném már a nektek is még egyszer, meg a Bekónak is, hogy kaptam, két hete átvettem a két Barcelona meccset, ahogy ígérték. Na, te jó. De kaptam még egy ajándékba egy ilyen aláírással teli labdát is, tehát wow. Nagyon jót beszélgettünk, hát én már nincs olyan nap, amikor ne emlékeznék rá egyébként. Te októberig nem aludni nehéz? Igen, valami lesz. Igen, most én is számolom, nem csak a gyerek, hogy apa, hányat kell aludni eddig vagy addig, most én is így vagyok, hogy
Hát egyébként pont ma egy hete, köszönöm egyébként, hogy főhívtatok, ma egy hete a Halaks TV-t a helyi Kiskunhalasi TV-be hívtak egy ilyen heti sportmagazinba, ott is. Elindítottunk a sztárraváros útján. Be kellett egy ilyen kommentált, hogy ez egy vicit idézni kellett belőle, előtte meg itt egy egész oldalas újságcikket, úgyhogy szenzációs, köszönöm. Te leszel az új Horthy. Nem a Daruton lassan, nem a más. Így van a sport kommentátor, mielőtt valaki félreért, igen. Oké, na akkor ugye hát kiindulva a játékunkból, ahogy megnyerted, képzeljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk a 36. percben Gyugyi, nem tudom, ezt a 36-ot már többször mondom, hogy valami van. Így van, tehát Gyugyi egy szabadrugás gól után beveszi az osztrákok hálóját, te mint spanyol szakkommentátor ott ülsz, ugye, kint az EB-n, és kicsit velünk vagy, kicsit nekünk drukkolsz, örülsz a magyar gólnak. Jó? Felkészültél erre, Zsolti? Fel. Nem tudom, esetleg változhatok ezen a stratégián, és lehet magyarul is, és spanyolul is. Minden lehet, legyen egy kicsit magyarul beszélő spanyol kommentátor, vagy magyarul beszélő kicsit spanyolul is tudó kommentátor. Bármi lehet egyébként. Oké, akkor igyekszem intézni egy jó kommentálást. Na figyelj, kapsz egy kis atmoszférát, figyelj. De jó ezt hallani. Így van, ez már egy pesgés, tehát ez szenzációs. Na, oké, akkor indulhatunk, jó? Oké, hát én azt mondom, hogy nagyon sokat vártunk erre a pillanatra, a hölgyeim és uraim. Hát igen, jó, nagyon jó a mérkőzés. 1-1 az állás, 94. percben járunk. Nem hiszem el, hogy nem tudjuk behúzni ezt a győzelmet, és most királynálad a király hatalmas kirúgását előre vágja. De itt visszafejelik az osztrákok. Leihenzer veszi merre a labdát középen, balra tolja ki Lovrencsicsnek, Kádár, egy kötény, még egy kötény, gyönyörű, oda-vissza megvolt az osztrák fiú, húzza még nagy léptekkel, nagy, Stieber, jól mozgatjuk a labdát, meg lehet fiúk, meg lehet, Stieber kirúgja, Zsuzsák átveszi, megtolja, megszem is csinálom, ez gól, onda gól Zsuzsák, Zsuzsika, 2-1, a francia bíró lefújja a mérkőzést, 2-1, nézzük spanyol kollégánkat! Vé, 1-1, király, Raymond el balón, la pelota, Kleinheiser, összerise tiroda esquina, Nagy, Stieber, delante el da pilota, nos movimos bien balón, grande paso, sola Giugias, tiro, lo crezco, una mora, gol, nagyon jó vagy. Hát bár csak ez lenne este. Azt a minden ide jó vagy. Feri, a 2-1 lesz, én is azt érem. Ugye? Azt figyelj, már 3-an vagyunk, úgyhogy. Szerintem mindegy, tényleg jó meccsen nyerjünk egy kicsit, hát kell ez az érzés is. Hát én remélem, ez valaki továbbítja a fiúknak. Ha van hozzájuk kontakt, a Gyugyi száma megvan, csak nem akarjuk zavarni, küldjétek el, hogy ma a Morning Show róluk szól, egy ország nekik drukkol, ma 4 órán keresztül csak velük foglalkoztunk. Küldjék el, ez a taktika. Erre játszol ezt. Akarjuk látni. Így van, este 6 órakor. Zsoltikám, neked köszönjük, imádunk, szeretünk. Októberben remélem, hogy akkor találkozunk. Jó, megyünk Barcelonába. Így van, nagyon köszönök még egyszer mindent. Hajrá, magyarok! További jó műsor kívánok nektek. Hajrá, köszi Zsolti, ciao, hello. Ciao. Konkrétan a meccsre berekedek. Tehát ott tartok, hogy egyébként sem volt jó állapotban. Voltam házi orvosnál, megállapította, hogy a garatom erősen belövelt. Belövelt? Igen. Mivel lövelt? Semmi. Erősen belövelt garat. Ezt írta rá a papírra. De már kezdem érezni a torkomat. Na, hát remélem, hogy sikerült mindenkit hangulatba hozni. Tehát megtettünk mindent, amit megkövetelt a haza. Szerintem nem csak angolban, újra is élesztettünk néhány ember. Ennyi, nagyon jók jönnek. Hajrá, 35-ről vágj be, Gyugyi, hagyd legyen már nedves a bugyi, írta nekünk Sanyi. Igen, legjobb ücsi most a kók, szívni fogtok, osztrákok. Európa felett szárnyal 11 magyar sirály, trónra ül a magyar király. Hajrá, magyarok! Nagyon jókat kapunk. Na jól van. Oké, mutatjuk, mi a beugró hármas ugrásra. Figyelj mindenki. Isten, ennek az eleje hogy szólt? Mint amikor túl van vezérelve kicsit egy ilyen picit. Régi CD-re. Megmutatjuk még egyszer, mert gyors volt. Hú,
hogy igen, a mély nyomó. A mély nyomat nézze meg valaki. Nyújtsd ide az egyik ujjad. Hagyjatok egy macsétát. Na, szóval, hogy mit hallottunk, ez a kérdés. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. És ugye, ami még fontos, hogy egész héten zajlik a Boss játékunk, ami arról szól, hogy csajoknak kell 11 másodperc alatt elmondani, hogy az adott szabályt, amit mi adunk, ugye, mert hogy a pasik nézik a foci ebét, a csajok kicsit hát elhanyagolva érezhetik magukat, meg nem törődnek most velük annyit a férfiak, mi szeretnénk női hallgatóinknak egy kicsit kedveskedni, és nyerhetnek általunk egy hűtőszekrényt. Így van, nagyon brutál, nagyon profi. Egy hűtőt húgom, Boss. Így van. Egy kis fájdalomdíj, hogy nektek is azért legyen valami öröm az ebében, bár azt gondolom, hogy nagyon sok csaj is nézi az ebét, és nagyon sok csaj drukkol egyébként különböző csapatoknak. De mindegy is, a lényeg, hogy nyerhet majd egy női hallgatónk egy hűtőt. Mit kell ezt csinálni? 11 másodpercetek van, 11 másodperc alatt pedig elmondani lehetőleg jól egyetlen egy szabály. Tegnap ugye az előnyszabály volt, hát játékosunk újjóban elvérzett. Igen. Nem sikerült megugrani. Igen, mintha én magyaráztam volna. De pénteken Barbie újra játszhat. Barbie játszhat. Ezt megígértük neki, és azt nem szabad elfelejteni, hogy még a hűtőben 4 tárca söröcske is van az uracskának. Bizonyám. Úgyhogy jelentkezzetek játékra, ez most nem kell semmit írni, csak hogy hány évesek vagytok, szeretitek, nem, ismeritek a szabályokat, nem, jók vagytok, vagy nem, írjatok meg nekünk magatokról bármit. A lényeg, hogy SMS-t küldjetek, hogy játszanátok, jó? Mert a Gyuli rovata után még ezt is lejátszuk. Na, elmondtuk mindent, nem? Elmondtuk mindent. 5 percen pontosan 9 óra, jövünk Ákos ide után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt pontosan. 11 perc. Csúcsak Balázs a legnagyobb király. A legnagyobb király. Na mi van? Igen, a legnagyobb király. Ja, a legnagyobb király. Legnagyobb a király. Gyurcsák Balázs a legnagyobb a király. Így van. Nagyon jó kis versikéket kapunk, hát reméljük, hogy sikerült mindenkiben feléleszteni a szurkolási kedvet, bár reméljük, hogy azért sokakban már eleve megvolt. És ma este 6 órakor mindenki megnézi a magyar válogatott meccsét. Egy az ászló, egy a cél, folyni fog a labancér. Hungária giga like, elpusztítunk Österreich. Igen, nagyon jók jönnek, igen. Az egri csillagokban támadt a jumurdzsák, sogorok, vigyázzatok, jönnek most a dzsudzsák. Jó, ez kicsit sánti. Nem baj. Ne sírjatok, sogorok, mert nincs nektek kis grofotok. Azért sírjatok, sogorok, mert nem lesz ma sok gólotok. Ma a Bokkal én nem sporolok, 2-0-át jósolok. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Magyarország! Ez most mindenki, ugyanezt együtt. Egyet-kettőt meg kellene tanulni. Kis birtok, nagy birtok, magyarokkal nem birtok. Hey! Utánozzuk Puskás Pelét, tépjük ki a sógor belét. Köszönjük. Minden versbe kell, reinveszteni fog osztrák team. Petya 900 küldte nekünk, igen. Nekem a kedvencem az estőn egy Zsuzsák Zicser, odaég a Wiener Schnitzer. Hát az nagyon jó. Na, drága hallgatók, hát igen, ráfordultunk az utolsó órára. Lesz most még egy bossos játékunk. 11 másodperc alatt valaki elmondhat egy szabályt, egy nagyon egyszerű szabályt. Hát tegnap ugye az előszabályt nem sikerült megugrani. Hát nem is egyszerű. Nem is egyszerű ugye? Egyébként. És nagyon sokan azt gondolják, hogy megint ugyanazt fogjuk kérdezni. Nem, az biztos. Csomóan írták már, hogy ők tudják, hát az ide most kevés. Az ide most kevés, így van. Na, Juli megjött hozzánk, mert hogy kedv van, itt van már is, Juli nálunk. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli megérkezett piros parókában. Aki nem is... szép, az nemzeti színű parókában is szép. Nem is piros parókában, piros, fehér, zöld parókában. Jó, csak nem hozzám. Lehet? Na, jó. De hogy nem. Hát mit te? Azt ne vieskedj, hát így kell szurkolni. Hangosan és parókában. Aha. Kifestve. Ezt mondták neked a kifestést? Nem, de most van apropó. Ez abszolút így van. Ez így van. Most a csajoknak is kell drukkolni. Egyébként te nézel focit, vagy te drukkolsz? Én azóta szeretem, illetve hát inkább nézem a focit, mióta a Miró felesége vagyok.
Tehát ő nézi, te meg ott vagy vele. Akkor én is azt mondom, mi? Akkor én is azt mondom, előre. És egyébként nagyon hangosan tudok drukkolni, meg nagyon lelkesen tudok szurkolni, meg abszolút elkap a hív, meg a vágy, és nagyon tudom azt mondani, hogy gyerünk fiúk, figyeld, rúgd rá, nem tudom, hogy mit csinál, meg hogy csinálja, meg mi a szabály, illetve most már tudom, hogy mi az például, hogy les. Az előnyszabályt egyébként én nem tudnám elmagyarázni. A leszszabályt el tudnám. Az előnyszabály nagyon egyszerű. Mondd már el. Hát amikor a sértett csapat javára, utána tovább engedik a játékot. Tulajdonképpen ennyi. Mert ott marad náluk a labda. Náluk marad a labda, bíró eldönt, és akit fölrúgtak, ha annál a csapatnál marad a labda, akinek a játékosát fölrúgták, vagyis a sértett csapatnál marad a labda, akkor elvileg utána tovább folytatódik a játék szabadrugás nélkül. Erről mindig a bíró dönt, hogy ezt most alkalmazza, vagy nem alkalmazza. Egy mondatban. Gratulálok, nyertél egy hűtőt. Ennyi, hát ez is vagyunk már. Akkor holnap lehet jelentkezni a játékra. Igen, Bari megölte a játékot egy mondatban. Nálunk egyébként kitört a diktatúra, ahogy ez lenni szokott, ebbé ideje alatt Miró ráült a távirányítóra. Tényleg? Nem. Hát ez sokaknál azért nagy probléma. Nincs semmi. És egyébként nálunk rendszeresen így végződik minden EB meccs. Aha, édesen. Édes alvás. A Miró elkezd nézni egy meccset. Mi ki vagyunk zárva a tévé elől, senkinek se adja oda a távirányítót, majd 10 perc múlva. Ahogy átkapcsolod, abban a pillanatban föl fog ébredni. Ahogy oda nyúlok, de már ahogy nyúlok, már elkapja a kezemet. Aj! Igen, nem lehet lehakítani, nem lehet lekapcsolni. Úgyhogy hát ez. Jó, de legalább te is megkedvelted a focit, nem? Te átragadt rád. Meg. Hát meg az a nő, aki most ilyenkor nem szurkol. Hát most, ó, ugyan már. Ilyenkor oda kell állni, és ordítani kell. És igen, saját magaddal szúrsz ki. Ugye, hogyha te most dühöngsz azon, hogy a férjed nézi a meccse, ülj oda mellé, szurkolj te is. Figyelj, ki az, aki nem bírja ki ezt a két hetet? Én nem értem, tényleg kik azok a nők, akik ilyenkor nyafognak és picsognak, hogy hát basszus, hát azért viszonylag ritkán van ilyen, hát kiírjátok már ki, tényleg, ne nyavajogjunk már. Annyira ciki azok a csajok, akik ilyenkor nekiállnak. Picit nehéz komolyan venni ezzel a parókával a fejedben. Igen. Le is veszem. Ez a piros szöld dolog, ez igen nagyon durva, de mint ha valami nagyon fura helyre jöttél volna ebben a parókában. Na, de hát ma este akkor megyünk drukkolni, ugye megyünk Ferihez. Persze. Igen. Na, ott fogunk állni. Én egyébként, szóval, ami a témámat illeti, én nagyon kerestem mindenféle statisztikákat és idevágó cikkeket, hogy hány házasság megy tönkre az EB ideje alatt, vagy foci miatt, vagy ide kapcsolódó statisztikákat kerestem, de nem találtam ilyet. Tehát, hogy igazából ez nem téma, úgyhogy én normál témát hoztam ma. Nem baj, most egész nap foci VB-ztünk, vagy EB-ztünk, úgyhogy lehet egy kis kitekintés, aztán utána már újra focis játékunk lesz, jön a best of. Így van, úgyhogy visszaülünk a lóra. Viszont találtam egy nagyon érdekes statisztikát, ugye azért azzal, hogy a nők mennyire nehezen tudják összeegyeztetni a karriert a családdal, hogy mennyi elvárásnak kell, hogy megfeleljenek, hogy milyen nehéz megfelelniük a munkavilágában, egy csomó cikk foglalkozik, és bár Magyarország az egy tradicionális, patriarchális ország, de az elmúlt 10-15 évben olyan társadalmi változások mentek végbe, ami miatt a mai férfiak, különösen a ti generációtok állítólag, meg plusz még egy tízes, rendkívül frusztrált. Jó, miért vagyunk frusztráltak? Nem érzitek magatokat frusztráltnak? Hát most, hogy mondod, nekem belül valami böködött, de azt hittem, hogy ez a tegnapi fröccs miatt. Én megnézem előbb, mit jelent, aztán meg azt csinálom, amit. Patriarkális. Mert hogy kettős elvárásnak kell folyamatosan megfelelniük. Na, mi az a kettős elvárás? Hát a munkája meg a család, biztos. Na, figyelj, mondom. Tehát a KSH csinált egy felmérést, és a megkérdezett hölgyek 72%-a mondta azt, hogy az a legfontosabb, hogy a férfi az anyagi biztonságot megteremtse egy család számára. Ugyanakkor a 65% azt mondta, hogy elvárja a férjétől, hogy a jövedelem szerzésre fordított időt inkább a családjával töltse. Na hát így lehet titeket boldoggá tenni. Igen. Ugye? Hát így sem, mert nekik semmi nem jó. Most pénzt vigyek haza, vagy legyek jó fejlődöm. Tehát egyszerre mind a két elvárás megjelenik. Mind a kettő legyen meg. Az ideális férfi az sokat van együtt a családjával, a családjának szenteli az életét, de közben biztos egzisztenciája van, sokat keres és tolja haza talicskával a pénzt. És emiatt a kettős elvárás miatt állítólag a férfiak nagy része
frusztrált. Én már nem vagyok, már hűség nem az ezek szerint. Nem kell beletenni. Nem az a baj, hogy pont nem marad időd arra, amitől ez működhet, hogy egy kicsit kikapcsolódni, a haverokkal elmenni, egy foci meccset megnézni. Tehát, hogy ez a kettő még megy, hogy egyébként megteremted az anyagi feltételeket, több-kevesebb sikerrel, de azért föl tudod tartani a családot. Hazamész, még jó fej vagy, és akkor pont vége az életednek. Semmi másra nem jut idő, nem? Hát szerintem ez is benne van. A másik, ami még azt mondják, hogy az okoz szörnyű nagy frusztrációt, hogy kétféle szerepet játszol. Egyrészt játszod hazafelé a jófej apucit, aki otthon már nem kell, csak hazafelé? Nem, hát ez az, hogy a férfi társadalom meg akkor fogad el, hogyha igazi macsó vagy. Aha. Tehát, hogy otthon te egy jópufa apuka vagy, aki érzékeny, és reagál a felesége jelzéseire, és nem fél sírni a romantikus filmen, miközben a nők ugyanígy elvárják, tehát kettős az elvárás. Elvárjuk azt, hogy érzékeny legyen a férfi, és kedveskedjen, és ne legyen macsó, hanem hangolódja rá a nő érzéseire, miközben azt is elvárjuk tőle, hogy legyen férfi, aki két lábbal áll a földön, aki biztos egzisztenciát teremt, aki mellé oda lehet állni, aki mögé oda lehet bújni. És a férfi társadalom pedig úgy fogad el, hogyha ezeket az eszméket tartod a legfontosabbnak. Nekem volt barátom, aki kivetette a gyerekülés, mert mondta, hogy ő nem teszi be. Tehát értő, hogy gyereke született, mert mindenre mondta, hogy ő nem. És egy évig kellett győzködni, hogy tedd be a gyerekülést. Betette, elvitte a gyereket, kivitte az, hogy te kiszedte a gyerekülést, ment tovább. Mondta, hogy nem, ő neki ez sérül a... Ennyire beteg. Sérül a férfiasság, sérül az önérzete, ő pasi, ő macsa, ő nem teszi be a gyerekülést. Hát, de akkor erről most ti tehettek, hogy ennyi mindent vártok el tőlünk? Nem, egyébként... Hogy feleljünk meg ennek? Vagy mi a megoldás? Az a fura ugye, hogy 100 évvel ezelőtt tök egyszerű volt a leosztás. Volt a férfi a családfenntartó, és volt a nő, akinek az volt a dolga, hogy megteremtse ugye az otthon melegét. Aztán utána felborult ez a rendszer, a nő is dolgozni kezdett, és tulajdonképpen... Óvatosan ezzel, óvatosan, mert aztán nem, akkor sorsára jutunk. Bárki bármit mond, gondolja meg háromszor, mit mond ebben az országban, hogy hol van a nő helye, meg mi a rendes dolog, meg családmodell, mert aztán meghurcolnak bennünket. Hát, egyébként itt tartunk, nem? Hát igen, de egyébként meg hát, szóval gondoljunk bele, hogy ugye akkor volt egy borzasztó egyenlőtlen felállás, és mégis valahogy így harmonikusabbnak tűntek a dolgok, hogyha visszanézünk. Jobban elfogadták. Mert mindenkinek megvolt a szempontból, ha belegondoltok, egyébként abból a szempontból tényleg jobban egyensúlyban volt, hogy egy fizetésből meg tudtak élni, tehát apa elment dolgozott, és anyának optimális esetben tényleg csak az volt a feladata, hogy a háztartás legyen rendben, nem kellett elmennie 8 órát dolgozni, ugyanannyit dolgozott, sőt, ugye többet dolgozol azzal, hogy háztartást rendbe raksz, de nem kellett azon járnia a gondolatainak, hogy oké, megetettem a gyerekeket reggel, elvittem iskába, még rohanok dolgozni, ledolgozom a 8 vagy 10 órámat, és megyek haza, és megint csinálom a izét. Igen, ez nem egy aláfölé rendeltség volt, hanem egymás mellé rendeltség. Tehát teljesen egyenrangúak voltak ezzel, a családon belül szerepük az ugyanolyan fontos volt. Persze, de hogy meg volt a saját teritoriuma a nőnek, és meg volt a saját teritoriuma a férfinak, és ez ilyen 50-50% volt. Tehát, hogy ez most hogy igen. Nem ismerték el a nőt, ez egy másik kérdés. De egyébként, ha azt nézed, hogy egyensúlyban egy családon belül lehet-e így, hogy egy ember a pénzt hozza, a másik meg a tényleg a tűzhely melegét tartja, ez működik. Az egy másik kérdés, hogy az összes akkori hapsi azt gondolta, hogy a nő nem ér egy fillért se azért, mert az otthon melegét tartja. Ugyanannyit ér, mint a férfi. Érted? Tehát, hogy most nem kell itt neked föllángolni, hogy éljenek a nők, veled vagyunk, csak családfenntartási működtetési szempontból ez szerintem egy tök jó modell. Aki ma megteheti, hogy keres annyi pénzt, hogy mondjuk a felesége, ha ezzel a nő elégedett, otthon van a 2-3 vagy egy gyerekkel, és melegen tartja a tűzhelyet, mondjuk így hülyén, és ebből nincs... Ugye? Hát nem, azért mondtam, hogy ez így, de ez azt hiszem, hogy mindent elmond erről a helyzetről, akkor ez a helyzet működik. Jó. Szerintem jó. A társadalomkutatók, meg ezek a genderkutatók azt mondják, hogy ott kezdett el elbillenni ez az egész mérleg, amikor a nők elkezdtek munkát vállalni, és tulajdonképpen mindannyian rájöttünk arra, hogy a nőnek nem kisebb az agya fizikailag és pszichésen és mentálisan is képes ugyanarra, amire mi egy férfi. Hát, sőt, vannak bizonyos dolgok, amikben sokkal pengébbek a nők. És például... a férfiak is rájöttek arra, hogy nincsen belétek kódolva biológiailag az, hogy nem vagyok képesek az utódgondozásra, hogy egy férfi ugyanolyan mindig keménynek kell lennie, mert hogy ezek csak társadalmi elvárások. Például egyébként a nők sokkal jobban bírják a monoton munkákat, a monotonitást.
szalagot. A férfiakkal ellentétben. Igen, a nő elmegy dolgozni, és akkor ugye jön a másik elvárás, hogy a pasinak viszont azt, amit a nő kiesik az otthoni melóból, azt viszont be kéne vállalni, ugye? Tehát meg kéne osztani. Mind a ketten dolgoztok munkahelyen, anya és apa is, akkor az otthoni melót meg kéne osztanunk. Igen, de és ez a baj, és állítólag ezért frusztráltak a mai férfiak, mert hogy ők szocializálódtak egy olyan időben, amikor apa volt a főnök otthon, és most egy olyan szituációba csöppentek bele, amikor egyrészt még visszasírják azokat az előjogokat, amik mondjuk apának voltak, de közben már hatással van rájuk a korszellem, amikor már besegítek az asszonynak, már én is átvállalok bizonyos feladatokat, a nő már egyenrangú partner, és közben egyébként meg is könnyebbülnek szerintem attól az elvárástól, amit egyébként egy férfival szemben támasztunk, hogy legyen mindig nagyon kemény, hogy legyen ő a vezető a családban, hogy ezt így szerintem nagyon sok férfi fellélegzett, de hogy egyébként az idősebb generáció azt mondja, hogy mi ezzel kiheréltük a pasikat, hogy elnői esettek a férfiak. Azzal, hogy olyan játékszabályok szerint játszanak, amiket elvileg a nők diktálnak. Hát kényelmes volt a régi idő, azért azt mondjuk el, hogy amikor apa letette a pénzt az asztalra, és ezzel mintegy kiváltotta az összes egyébként neki szentelt melót, tehát hogy mondjuk foglalkozz a gyerekeddel, érted, a nagyapád hazament, letette a pénzt az asztalra, azt mondta, föltettem a kezemet, semmi más dolgom nincs, ült a kocsmába a haverokkal, nem kell semmit csinálni, anya meg nem mert leülni az asztalhoz ebédelni annak idején, érted? Hát azért, ha belegondolsz ebbe, hogy most hiába teszed le az asztalra a pénzt, nincs meg ez, akkor hát nyilván egyes férfiak mondhatják azt, hogy a fene egye meg elúszott a fele a dolognak, érted? Tehát, hogy az egy jobb világ volt. Nem én mondom. Más volt. Más. Más volt. Tehát még volt egy alapvető tekintélyelvűség, de mondom, tehát voltak tipikusan női, meg férfi munkák is. Tehát a férfi, ami kindolgozott a földeken, addig a nők azok otthon voltak, és gyakorlatilag a háztáit gondozták, megetették a lábas jószágot, gondozták a gyerekeket, takarították. Hát, igen. És a ház körül munkákat elvégezték. Tehát a férfi persze kindolgozott a földeken, de hát ettől függetlenül ez egyik a másik nélkül nem működött. Tehát nem lehetett egyszerre két helyen a férfi és két helyen a nő. Tehát, hogy ott mindenki megvolt a maga szerepe, megvolt mindenkinek a maga funkciója. Mindenki azt csinálta, ami ez a legjobban értett. Azt mondják egyébként, hogy a skandináv országokban ez a fajta átmenet, ugye ez már megtörtént. Tehát, hogy egyenjogúvá vált a társadalom, nő és férfi, a nő is kerülhet vezető pozícióba, a férfi, és senkinél nem veri ki a biztosítékot, hogyha egy férfi háztartásba él és otthon gondozza a gyereket. Szerintem ettől mi még fú, de baromi messze vagyunk. Tehát az, hogy egy férfi mondjuk elmenjen a gyerekkel gyedre vagy gyesre. Mindig ezt hallottad, hogy neked melózni kell, anyának a dolga. Igen. Nem? Hát ezt azért nehéz kijönni egyik pillanatról azt nem, a másikra. Azt nem tudom, hogy a felnövetkő generáció az milyen mintát tanul meg, vagy milyen férfi szerepet fog elsajátítani, és hogy egyébként, hogy ők majd hogyan fognak mint pasi funkcionálni egy ilyen totál ellentmondásos időszakban. Amikor egyrészt ugye azt tanítjuk, hogy már pedig a férfi legyen férfi, mert hogy ezt tanultuk mi is, de közben meg már jön be ez a nagyon felvilágosult nyugati vonal, ami azt mondja, hogy már pedig te is emberből vagy, kisfiam, mutasd ki nyugodtan az érzéseidet, legyél érzékeny, nem baj, hogyha sírsz, nem kell keménynek lenned, ez teljesen normális. És ti nők például élvezitek a helyzetet? Tehát nektek jó? Én nem. Hogy neked is melózni kell, nem lehetsz otthon, ja. Nem csinálhatsz, nem lehetsz te a tűzhelyőrzője, hogy az előbb mondta. Én nem tudnám másként elképzelni az életemet, de egyébként meg baromira élvezem azt, hogy nálunk a Miró hordja a nadrágot. Aha, jó, hát nála nincs is esély. Hát a Mirónál igen, nehéz, hogy ne ő hordja. Ezt viszom, dénom nálam, asszony süss meg, együk meg, ígyuk meg, az jó van, úgy, ahogy van. Nem, hát amíg nagyjában a Miró a klasszik pasi, nem? Majd ma meg, megmutatja megint magát. Nagy kossó sör, nagy foci, nagy pálinka. Kaja, nagy pálinka. Nagyapám pálinkája, ígyuk meg Ferikém. Ő a klasszikus. Igen, a hát a Miró igen. Vagy legalábbis próbálkozik. Ez meg az unokatyémé, azt is ígyunk meg. Nagynéni most azt is borítsuk. Igen, annyira gyorsan változott a pont, valamelyik nap találtam egy ide vonatkozó az 1900-as évek elejéről egy könyvet, ahol a nőknek próbálnak segíteni. Az első pont, ne akarja a házad ura lenni, mert nem te vagy az. Így kezdődik. Aztán mondom, ne beszélj, ne vágj közbe, hanem türelmesen hallgasd meg urad bölcsességeit, mert abból mindig tanulhatsz. Ez még 100 évvel ezelőtt se volt. Olvas, ha olvas, ne zaklasd fölösleges kérdésekkel, hanem szép csendben tegyél eléje finom ételt, italt, hogy élvezete teljes legyen. Ez 80 évvel ezelőtt így volt, erre tanították a gyerekeket, érted? Várd meg, amíg dolgaid iránt érdeklődik, ne akarja beszélgetni. Hát óriási. Pár év alatt ez megváltozott, és most egyenjogú, ugye, elméletileg nő és férfi. Na, nektek is van fiú gyereketek.
Elvileg? Elvileg. Hát elvileg. Hát elvileg. A Janinak nem tudom, hogy Jánosnak kevesebb. Kettő az egyben. Igen. Jánosnak kevesebb. Nőítesben férfi lélek. Szóval én egy csomószor elgondolkodom azon, hogy vajon elég kemény gyereket nevelek-e a Milánból, meg hogy mennyire kell nekem, hogy is mondjam, szigorúan fogni a Mimit, meg hogy milyen értékeket kell neki átadni, és hogy hogyan tudnék én ügyesen lavírozni. Ha majd az apja átadja, ízét a lövöldözős értékeket a levegőbe. Kalasnyikovval, nagy buli van, te meg a kis szívedet, szeretetedet. És te mit adsz át? Én nem tudok lövöldözni a levegőbe. A kolbász becsületét. Így is van. A vágos állat vigyázását. Vigyázását, a szőlő tőkén gyönyörű ledőjét. Ebben a vasserpenyőben, hát nagyanyád, 40 éve keresztül süt a nekünk palacsit. 40 éve keresztül úgy becsült meg. Ez az öröksége. Nehogy elmosd. Nem érzitek úgy, hogy sokkal inkább tutulgatjátok ti a saját fiaitokat? De mi barát, ez ahogy rossz, persze, hogy mi titeket tutulgatott anyu. Sehogy nem. Anyánk tutulgatott, szerintem apánk kevésbé tutulgatott bennünket. Erről is beszéltünk ezerszer. Ez egy más generáció. Igen, hogy más a dolog. Nekem az apám szent volt, én a fiamnak ma kicsit barát vagyok. Viszont majd lehet, hogy 16 évesen fel hárba fog szúr, hívni. Ja, haver vagy. És hátbaszul, lehet, hogy 16 évesen, amit én nem mertem elmondani az apámnak, hogy bajban vagyok, talán a gyerekem ettől majd föl fog hívni. Én hiszek a barátságba szülő és gyerek között. Az én apámmal nem lehetett, mert érted, kapták két olyat, hogy falatta a másikat. Az apa, csak azt akarom mondani, hogy mindegy. Vagyok fatem. Kiszöktek a tyúkok. Csak azt akartam mondani, hogy meglogod Rizsra. Megint nem szedted össze, megint kaptad. Rizsra megint a betegútról látták a betegőn. Én szerintem tök más generáció, nem egy más generációt, szóval, hogy ezek a minták azért nyilván változnak. Én azért nem tudok nagyon ehhez hozzászólni, mert ez egy kicsit túl teoretikus, tehát, hogy minden családfő, minden anya egy kicsit más, meg máshogy neveli. Tehát szerintem nagy örök igazságok egyébként nincsenek. Meg más a gyerek. Tehát van olyan gyerek, aki 8 évesen érted, átmegy a falon, és sportol, és erőemelő, és nyerni akar, meg vannak törékeny, zenét tanuló, halálosan érzékeny kisgyerekek, akik viszont tök más mentalitást kívánnak szülőként, hogy máshogy nevel. Szóval mi már egy másik generáció vagyunk, és tök ezek a szerepek valóban eltűntek. Én is inkább haverja vagyok a Berinek. Ami aztán, nem biztos, hogy jó, nem tudjuk. Ez majd 10 év múlva kiderül, hogy milyen öreg otthonba tesz be. Jóba vagy rosszba érted, vagy amikor kötelező ellátás lesz, de én is inkább barát vagyok, mint szülő egyébként. Hát a mi szüleinkkel nem voltál nagyon barát, igen, mert nem volt, meg volt az alá fölé rendelt viszony, ma azért a gyerek sokkal inkább sokszor partneri viszonyban érezheti magát. Ami nem feltétlenül jó, de hát a gyereknevelési kísérletezés, hát majd 20 év múlva kiderül, hogy elrontottuk vagy nem rontottuk. De a régi minta jó, hogy megváltozott szerintem, csak több zavart okoz a fejekben. Igen, de egyébként nem gondoljátok, hogy egyébként a férfiak ettől feszülnek? Az nem volt egy jó rendszer, hogy a nőt sem bevették, lenyomták a pult alá. De nem, attól feszülnek, hogy ennyire átalakultak a dolgok, hogy leestek a lóról. Én szerintem ettől feszült a férfi, feszült a nő se találja a szerepet, ő is keresi egyszerre, sok minden kéne, hogy legyen, nem tud minden fronton megfelelni. Ez nyilván a nőben ugyanúgy frusztrációt okoz, hogy jó munkaerő legyen, otthon is legyen, családanya is legyen, gyereket is neveljen, színházba is vigye a gyereket, jó feleség legyen, jó szerető legyen, csinos legyen, sportoljon. Hát ezt nyomja rád a külvilág. Hát melyik nő tud ennek megfelelni? Nem? Érted, hogy mennyire nincsenek elvárásaid egy nővel szemben? De ez olyan, nem, az ágyba legyen jó, a konyhába legyen jó, az edzőteremben rakják ki napi 3 szelfit, posztoljál már, nem kerék a feneked, akkor nem vagy izmos, nem vagy dő, nem vagy ember. Hát ezt nyomják, ugye erről már sokat beszéltünk. És ugyanez van a férfiaknál. Totálisan téves szerepek után rohangáltok ti ugyanúgy egyébként, mert most jaj, egy kicsi följött, hát az uram már nem szeret. Miért nem? Szóval nem kell úgy kinézni. Nem amiatt nem szeret, mert följött egy kicsi, hanem... Vagy hat képet posztolni az edzőteremből, ettől nem lesz valaki nő. Szóval mindenki frusztrált, és mindenki kicsit szereptévesztett szerintem. Az egy nem azt mondom, hogy jobb rendszer volt, de egy tisztább szabályrendszer, igen, volt, de nem kellene ott tartanunk, mint a sötét középkor, vagy 100 évvel ezelőtt, hogy asszony kussa neved vissza a tűzhelybe, neked az a dolgot, hogy főzzél! Nem? A fejekben nagyobb tisztaság volt, mert mindenki tudta, hogy mi a szerepe, és hogy működik egy párkapcsolat, illetve hogy tud működtetni egy párkapcsolatot. A nő is tudta, hogy mi a feladata, a férfi is. Ma már egy kicsit mindenki frusztrált, mert átmenetek vannak. Kicsit ez, kicsit az, jaj, mi vagyok, nem vagyok, ez vagyok, az vagyok, elég vagyok-e? Ugye, hát ez a korunk nagy betegsége, és hogy mindenfelé meg akarsz felelni. Kifelé meg akarsz felelni, és már nem a férjednek akarsz, vagy a feleségednek akarsz megfelelni, hanem kifelé akarsz megfelelni. Szóval nehéz. És ez szerintem tök hülyeség. Na, de ma este még mindenki kakaskodni fog. Mindenki szocsóval, kiszállt a Ausztria! Osztrák imet mond, a páter temető lesz, ma a práter! Férfinő, ma drukkol! Magyar, maga, magyar, na jó.
Eurovíziós dalfesztiválon elindulhat Ausztrália, akkor... Tulajdonképpen Argentina hajszára van attól, hogy megnyeri az EB-t. Én nagyon szerettem ezt az elszólást. Vagy Európa, vagy Spanyolország, vagy Németország, de szerintem Argentina is ott lesz. Atya úristen. Hát hová tart ez a világ? Na jó, a mucikáim. Menjünk szóval. Vokse a világ, nem túl okos, osztrák fejbe áll a fukos! Hármasok rá, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Halló, sziasztok, Balázs Feri vagyok. Hello! Több lelkesedést. Így van, most mindenki lelkes kell, hogy legyen. Mi? Egy kicsit izgulok, az lehet a baj. Na. Te Bali, mi a francot csapkodtok átérben? Én az asztal. Azzal a hülye citrommal reggel ott voltam. Reggel ott a pújtja a citromat. Megy el citrommal. Már citromlé van benne. Egy szívószálat fog csak beledugni. Igen. Nézel ma focit? Hogyne nézni. Nagyon helyes. Annyi a probléma, hogy ma megyek ki Németországba 2,5 hetet dolgozok ki. Oh. Aztán pont azt a magyar meccset nem látom. Nem, mit csinálsz ki Németországban? Osztrákok ellen készül. Mit csinálsz ki Németországban? Mit dolgozol? Buszsofőr vagyok. Buszsofőr vagy. Téged is felszippantott a külföldi munkaerőpiac. Felszippantott az euró. Igen, most hallottam éppen, hogy 100 diákot, 100 gyereket sikerült hazahozni a bődületesen sikeres Gyere Haza Magyar. Igen? Nagyon jó. Programból százat. Ők akarták, vagy hozták őket? Akarták? A háttérben ott órálkodott Vujic Rütko, és a fiatalok kiabálta, hogy engedje, nem akarok jönni. Százal jöttek haza, és akkor azt mondták, hogy akkor that's all. Ennyi volt a program. Na jól van, de erről ennyit. Milyenek a kérdések, Jani? Nézem. Közepes. Na, most gyenge kérdések nem nagyon voltak a héten, meg a múlt héten sem annyira. Jó, ma ez egy ünnepi nap, ma nem szabad keménykednünk. Így szól az első kérdés. Hogy szól az első kérdés? Van nektek? Itt pici apróval itt ez a jár. Ez csak itt egy kis pici kis betűkkel. Ja, Jézus Isten, hát ez kinek tetted? Ja, megvan. Melyik országban található a Korintoszi csatorna? Görögország. Így van. Menjünk tovább. Szeretnék. Melyik században élt Liszt Ferenc? Így szól a második kérdés. Melyik században élt Liszt Ferenc? Így van. 19. Pont, jó vagy! Vagy. Nagyon jó vagy! Mi legyen a harmadik kérdése? Hát ugorjunk neki, ha nem tudom, legfeljebb bummozok, aztán majd lesz valami. Ugorjunk neki, így szól. Melyik sportág amatőr képviselőinek nemzetközi szövetsége az AIBA? A micsoda? AIBA. Ebből a sportágból vannak profik is, amatőrök is. De dupla V vagy szimpla V, nem tudom. B. A V nincs benne. A-I-BA. Igen. A válaszban van V. Hát ez sajnos nem, ökölvívás. Ökölvívás. AIBA, jó, oké, bocsánat. AIBA, persze, nem jó hallott. Jó, oké. Hát miért, mit hallottál? AIBA. AIBA. Hát én valami AIBA-t hallottam, de... Én még elmondtam, hogy nincs benne V, hanem B. Mindent elmondtam. Oké. Na jó, oké, indulnak az órák. Mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki, tessék! Ajja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 jj
Itt hagyott. Elengedtem nagyon? Nagyon, nagyon elengedett. Neki futottál odáig, meg volt szépen, és akkor ott ez olyan hitehagyott bum volt. Hitehagyott bum volt. Kicsit. Pedig szerettem volna a jelet. Legközelebb lesz még lehetőséged. Köszi a játékot. Hallgass neked továbbra. És köszönjük szépen. Szia. Hello. Ciao, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ria, Ria, Hungária, este sír majd Ausztria. Come on baby, light my fire, sírni fog az osztrák páhőj. Ja. Ez nem jó. Most jöttem rá, hogy felolvast. Zúgaria, Zúgaria, mi van veled Ausztria? Mogyi, töki, szocsola, kikapsz ma Ausztria. Támad a Labanc, Direldura, de mi nyerünk egy Priskingollal. Red Bulli, de Red Bull oda, osztrákoknak nem lesz csoda.
Jók egyébként, jók ennek. Na jó van. Oké, azt mondja, hogy... Igen, játszunk. Hát még van egy játék. Játszunk, van egy hogy ne volna. Hát van egy gyönyörű szép hűtőszekrényünk, négy tálca sörrel, és most pedig egy hölgy következik. Úristen, gyerekek, mindenki megőrült, már Anna is felvette a parókát a végére. Itt hagyta. Jó, Annának van egy ilyen, ilyen elképesztő függőség a parókák iránt. Tehát mert bármikor itt műhaját lehet, rögtön felkapja. Tényleg így van, mindig felveszi. Na, hívjuk akkor a játékosunkat, mert hogy lehet ma nyerni egy hűtőt, kifejezetten csajoknak találtuk ki a játékot, 11 másodperc alatt kell elmagyarázni nekünk egy szabályt. Így van. Tegnap nem nagyon sikerült. Tegnap nem sikerült, így van. De adtunk még egy esélyt Barbinak, és pénteken ő fog játszani. Na. Igen, tessék. Hello, Balázs Morning Show, szia! Szia! Timi! Hello, Timi! Hova tűnt? Timi, gyere vissza! Hol vagy? Itt vagyok! Így kell örülni. Becsuktam az ajtót, mert a kisgyerek kint van, és nem akarom, hogy beleordítson a telefonba. Mekkora a kis puja? 18 hónapos, de már kicsit bőg, úgy. Igen, hallom, hogy rázendített, igen. Na, hát jelentkeztél a focis játékunkra. Igen. Hűtőszekrényt lehet nyerni. Igen, most már izgulok, eddig még nem. Igen. Azt írtad, hogy a férjem nem hiszi el, hogy egy nő is értett legalább egy kicsit a focihoz, szeretném az óra alá dörgölni. Tényleg? Megy egy ilyen egészséges rivalizálás? Hát igen. Szerintem az összes férfi ezt gondolja, hogy a nők azok nézik velük, de nem igazán értenek hozzá. Én sem mondom, hogy nagyon profi vagyok ebben, de azért szeretném megmutatni, hogy azért egy picit talán. Aha. Mégiscsak. Hát persze, ha nem tesztek fel olyan kérdést, ami miatt nagyon izgulok. Mi számít durvának? Nem tudom, majd megtudom a kérdésből. Figyelj ide, hűtőszekrény a tét, telesőrre. 11 másodperced van, hogy elmondj nekünk egy szabályt lehetőleg jól. Jó? Igen. Jó? Igen. Hallottad a tegnapi játékost? Hallottam. Tudtad volna mondani az előny szabályt? Akkor is írtam, hogy inkább engem hívtatok volna, én ezt tudtam volna. Tudtad volna az előny szabályt, igen? Igen. Na, jól van, mehetünk? Igen. 11 másodperc. Jó? Ennyi áll a rendelkezésedre, hogy meglegyen a hűtőszekrény. Oké? Okay? Igen. Na figyelj, Timi. Indítjuk az órát. A kérdés pedig az, magyarázd el nekünk, hogy mi a kezdőrugás. Kezdőrugás a pálya közepére a kezdőpontra rakják a labdát, amit a kezdő csapat, amit sorsolással döntenek el, hogy ki a saját emberének, a saját térfelére Lefújták! Azt mondja. Labda közepére kezdő. Sorsolással eldöntött kezdő csak. A sorsolással eldöntött az még rendben is van. Az jó, azt tetszett. Merre lehet kezdeni? Hogy mondtad te azt? Hát én a saját csapatának előre támadnak. Előre? Ez volt a fontos, mert azt mondtad, hogy visszarúgják a saját térfelükre. Így van. Ja, igen, hát ez már az izgulás, a saját csapattársukra gondoltam. Így van, tehát hátra nem játszhatják a labdát, így ugye van, előre igen, játszhatják igen, a labdát. Igen. Fontos kezdőkör, megvolt. A kezdőkör azért átugrottuk, de ott arról még kellett volna egy-két mondatot szólni, hogy ki hol áll egyébként. Sorsolás igen. Az egy fontos momentum volt, hogy azt bemondtad, az egy nagyon nagy jó pont. Igen. Hol tartózkodnak a játékosok? Mindenki a saját tér felén, a kezdőkör egyik pontján és a másik pontján, ami a középső vonalon van. Szerintem, a saját tér felén tartózkodik, igen. Ha a tépőzárosok már a pályán, a fűzősök még az öltözőbb. Jó, én azt mondom, adjuk meg a hűtőszekrényt! Helyen vagy a nőjön! Úristen, mi jött ki belőle? Lábam, remeg, minden. Nagyon szépen köszönöm. Témi, megadjuk a hűtőszekrényt, jó? Nagyon imádlak titeket, köszönöm. Volt egy-két kicsi tévedés, de a nagyját azért elmondtad, hogy merre kezdtük, hát, kijavítottuk, hol állnak. Szerintem egy 30 másodperc alatt ment volna jobban, de hát jó, 11-es, de hát ez 11-es, tudod. Ez csak 11-es játék. Hajrá, magyarok! Hajrá! Megvan a hűtőszekrény, Tibi, küldjük neked, jó bizony? Nagyon szépen, kit köszönöm. Kit érdekel a hűtő, a négy tárca sörét csináltam. A férjem, mondom, nagyon fog örülni, és a barátai, de dörgöld. Én meg a hűtőnek. Dörgöld a férjed orra alá, hogy nyertél egy hűtőt nálunk. Ez jó? Az remélem hallottam. Puszi, ciao. Puszi, sziasztok. Hello, gratulálunk. Köszönöm, hello.
Hát ezt meg lehetett adni. Nem vagyunk szigorúak, ez belefér volt. Egy pici, egy-két tévedés, de aztán korrigált, helyesített, úgyhogy elfogadjuk. 3-4-10 lesz, 1 perc, majd jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10, múlt pontosan 3 perccel. Köszönjük a helyesbítést, nagyon sokan elküldtétek nekünk, drágák vagytok, hogy már változtak a szabályok, akkor egyébként az is jó, mert akkor pláne jót mondott a játékosunk, hogy bevezették most viszonylag új szabály, június 1-től állítólag, hogy már hátrafelé is el lehet végezni a kezdőrugást. Ugye eddig szabály volt, hogy mindig előre, én még úgy tudtam, nyilván annyira nem vagyok napra kész fociból, csoda, hogy le tudjuk menedzselni ezt a játékot, gyerekek, nagyon kiban érünk. Így van. Belenyúltunk Balinak, Ferinek, Janinak ismertes a foci szabályokat. Gyönyörű zsákutca. Nem véletlenül részünkről Ferivel a bölcshallgatás. Igen, nagyon szépen rám biztattok. Nem is volt, hogy mit adjunk föl, mi legyen a feladvány ebbe, hogy egyedül mentem bele ebbe a kezdőrugásba. Most találtam az interneten egyébként. Kicsit magamra maradtam, de nem baj. Köszönjük, akkor viszont tényleg abszolút megnyert a játékosunk, mert Timi jót mondott, ő mondta, hogy hátrafelé is lehet. Most vagy tudta, vagy rosszul mondta, tök mindegy, de mindegy. Igaza van, a végre mint szempontjából nem számít. Úgyhogy tényleg megérdemelten nyerte meg a Bosch hűtőt. Jó, köszi, hogy elküldtétek, akkor új szabály van. Na, inkább a helyettől lestörölnék már tényleg. Nem miért, hogy merre rúgod a kezdőrugást, tök mindegy. Nekünk ne legyen le, sokkal mindegy. Több gól lenne, meg izgalmas lenne az egész. Miért? Nem? Rúgják, amelyre akarják. Nem érnek, csak legyen. Ma legyen magyar. Így van. Gól, azt nekem tök mindegy. Gól terbelünk, nem is egyet szétrúgjuk az osztás, sehajt! Nagyon, még mindig nagyon jók jönnek egyébként. Tökörülök, szíved megáll, én vagyok a pannonbecsár. Lapat kapja, kuruc rúgja, lesz ma foci, egy kapura! A legegyszerűbb Briaria, Hungária, Magyar-Osztrák 2-0. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, 7 óra óta meccslázban égünk, próbáljuk az országot ráhangolni a mai magyar osztrák meccsre, és kicsit belehallgattunk abba, hogy a magyarok hogy jutottak ki az EB-re, volt egy focis blokkunk, és hát végigvettük a nagy-nagy gólokat, csak hogy mindenki egy kicsit tényleg ráhangolódjon, nagy sportkommentátorok nagy gólörömeit hallgattuk meg korra reggel, valamint ugye a bekójátékunk nyertesét, Zsoltit is felhívtuk, és hát kértük, hogy játssza el nekünk, hogy milyen lesz majd ma este, amikor egy spanyol kommentátor örül a magyar góloknak. Szóval ma minden az EB-ről szól. De hát ezt a fiúk megérdemlik, reméljük eljut hozzájuk. Piros, fehér, zöld az ég, győznek ma a csúcsáké! Ennyi! Ennyi! Szóval foglalkoztunk a foci EB-vel és a magyar válogatottal. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt kívánok. Hát rázott a hideg. Hát, bárcsak ez már egy ilyen tényleg tévéből felvett közvetítés lett volna. Nem véletlenül ő nyerte meg a barszás meccsre. Emlékszem a jegyet is, velünk együtt jöhet ugye egy barsza meccs októberben, mert zseniális egyébként tényleg. Hát elképesztő. Hát reméljük, hogyha ennek csak a negyede megvalósul, amit ma itt mi elkövettünk, és amit vizionáltunk, és amire vártunk, és tényleg ez ma azért egy nagy népünnepé kéne, hogy legyen, függetlenül attól, hogy az ember szereti vagy nem szereti a focit, ez most mi jót tenne az országnak. Csak az első meccset, ha már behúznánk, mennyire megérdemelni, nem? Egy generáció, mind a játékosok szempontjából, a drukkolók szempontjából, hát 40 év, nem tudom, 72, ugye? Az utolsó EB, úristen, hát végre kint vagyunk egy világverseny. Meghatározza a hangulatot. Hát persze. Következő meccsekre nézve is biztos, hogy iszonyatosan nagy húzóerővel bírna. Meg ráférne erre az országra. Rá. Szóval az ág is húz minket, nem? De hogy tényleg nagyon-nagyon kellene. Csabi, mit mondasz? Már nagyon nehéz, mert hát ugye... Félretesszük a realitást, nyilván. Tehát, hogy... De én azt gondolom, hogy pont van realitás. Hát, ha megnézzük az eddigi meccseket, hogy mennyire nem jöttek a papírformák, hogy a svájciak például alig verték Albániát, vagy csak nyögvenyelősen, ha nem hibázott volna az albán kapus, akkor még talán nyerni is tudtak volna az albánok, akikről kigondolta volna, hogy valaha ott lehetnek egy EB-n vagy egy világversenyen. Szóval bármi lehet, én azt gondolom, belefér simán az, hogy nekünk nagyon jó a védelmünk, egy jó csatárral akár még gólt is szerezhetünk, és akkor így egy ilyen 1-0-al szerintem tudjuk zárni ezt a mai napot. Én ebben bízom. De jó lenne, mekkora szám lenne az. Na jól van, hát reméljük, hívjuk a nap hallgatóját gyorsan, aztán elköszönünk. Reméljük, adtunk egy kis erőt a magyar válogatottnak, és megírják nekik SMS-ben, hogy ma 4 óra róluk szólt. Volt szurkolás. Én már behűtöttem a söröket. A Morning Show? Az bizony, így van.
Igen, jó. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak, ciao. De bocsánat, János vagyok. János, hol hallgatsz minket? Hello. Budapesten, Kőbányán megolgok éppen. Nagyon-nagyon sok, nagyon klassz kis verset kaptunk, igazából nehezet tudtuk választani, mert mindegyik nagyon jó volt, de amit te írtál, azt is nagyon szerettük. Legjobb ücsi, mostakók, szívni fogtok, osztrákok. Szerettük az összeset, ezt is nagyon, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Jó? Jó, köszönöm szépen. Mit mondasz ma estérem? Hát úgy gondolom, hogyha úgy jártnak olyan lelkesedéssel, mint a norvégok ellen Oszlóba, illetve az Üllőúton, akkor baj nem lehet. Ennyi. Bátran kell. Ha azt látod, hogy szintén játszanak bátran, akkor még az eredmény is mindegy. Csak ennyienek és játszanak bátran. Nem? Igen, ez van, ez, gondolom, én is. Ez a legfontosabb. Van. Küldjük az ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgatsz. Én köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Na, elmegyünk, egy kicsit visszavonultatjuk magunkat, a hangszálainkat, igen, hogy este 6 órakor akkor gyűjjünk Ferinél, és egy 4x4 méteres projektoron nézzük. Nem tudom, mit van, de remélem. 6x mit. Bármit van, nagyon nagy legyen. 4x4 képát mérjük. Ja, jó. Hát most majd közelülünk, jó? Hát felhozza a vízéről, a Velencéről azt a kis fekete fejére, amit nézték tegnap. Az utolsó EB-t 72-ben Junosztón nézték. Akkor ez ugyanaz legyen, érted? Bármit nézünk, sokkal jól lesz. Retro étterem, világvevő rádió. Nálunk felszabadult egy ilyen púpos LCD. Púpos LCD, úgy hívott. Mindenki. Kölcsönadom, ha kell. Kösz. Jól van. Na hát egy nagy kalappal a magyar válogatottnak, drukkoljon mindenki. Aki nem szereti a focit ma, az is üljön le, nézze meg. Ezek a fiúk megérdemlik. Mi is megérdemeljük, az ország is megérdemli. Hátha össze tudunk hozni valami nagy. Hátha össze fog jönni. Kollektív magyar sikert, gyerekek. 500 rohadt éve nem nyertünk háborút. Úgyhogy ez a siker nekünk ma járunk. Ez még csak az első meccs lesz. Az is igaz. Ne keseredjünk el, bármi is történni, még javíthatunk utána kétszer. Nem menjél így neki az estének, megcsináljuk. Hát hogy ne csinálnám? Előre vetítem, hogy van még kettő a háborúról beszélt, hogy még van két csata. Uh-huh. Milyen ezen zenéid túl lesznek, Csabikám, azt mondd, remek zenék? Hozok nektek egy újat, amit nagyon fogtok szeretni. Alesso és Nico and Wins közösen. Jó, de vártam már egy új Alesso, végre ideért. Kutya fáját már, annyira vártam ezt az Alesso. Jól van, na, hát akkor este 6-kor találkozunk. Osztrákoknál sokan legyenik, bárra kettő! Hajrá, magyarok!